óra, 8 perc. Jó reggel, szevasztok, hello, drága hallgatók. Na, mi már frissen, tisztán illatosan és agyilag is felpörögve, ez annak köszönhető, hogy mindannyian korábban kerünk, mint hogy a 6 óra 8 megérkezne, vagy elérkezne, és ezért vagyunk mi nektek. Hát tulajdonképpen az energia. A szél a vitorlátokban. A szellemi iránytű. A görény a csőben. Itt fejezzük be. A krém az oreótokban. Oh. Mi? Hát mondjál te is. Hát élelmiszervonal az megragad, de inkább akkor a karamell a kis csokiban, ami úgy finoman kifolyik. Hát ez nem volt egy nagy duma. Édesapa, nem lehet mindig 20 000-re fizetni. 6 óra 8-kor, ha kifolyó krémekről veszünk, inkább ne. Jó reggelt, Laci! Jó reggelt! Gyuri, hello! Jó reggelt, sziasztok! Anett, szia! Milyen helyes kis... Jó reggelt! Milyen helyes kis ruhád van, ez ilyen nadrág ruha? Óriás virágplecsnikkel? Igen, és van ennek a zöld párja, mert ugye... Ez volt már a Tesztebánnál, Kubában, vagy Miami-ban. Azt ígérte, visszamegyek, azt is meg. A zöld párját is megkapod akkor. Igen, de csak így rájöttem, a múltkor pakoltam otthon, és rájöttem, hogy én idén már el is kerülöm a boltokat. Tehát, hogyha nekem tetszik valami, akkor különböző színekben megveszem ugyanazt a fazont. És tök fölösleges, mert hogy nem volt rajtam tavaly óta, vagy tavaly előtt óta ez a ruhám. És akkor most így felveszem, örülök, hogy ilyen pozitív visszajelzést kaptam, csak ilyen mániákus tényleg ruhagyűjtő vagyok, és az unokahúgom szerint még ruha ír így is, mert hogy senkinek nem adom utána neki, amit nem használok, az sem. Na látod, de egyébként ezt jól teszed, hogy felismerted magadban, mert tényleg rengeteg nő van. Te csináltál már ilyet, hogy megvettél egy ruhadarabot, és évekig nem használtad? Nem igazán. Hát megveszem és felveszem másnap. Ja, én is. Nálatok? Sőt, én még sokszor ki sem mosom, annyira tetszik az a póló, vagy az a farmer, és egyből magamra húzom. Na mindegy, én ebből a szempontból változni akarok, és szerintem... De helyes vagy. Igen. Vannak már változni akarok. Ja, na. Akkor kezdjük el. Nézzük, hogy mi van most. Kíváncsi, hogy ez most egy ilyen gyér, SMS? Nem... Már korábban sötétedik. Eldugult meg. Már korábban világosodik. Nem tudom, pár azért jött. Főni, azon gondolkoztam a tegnapi adás után, hogy Zalán atya vagy Bódi Csabi áldása a hatásosabb. Mert ugye ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem szeretném nagy költségek elé állítani a családomat. Zalán atyának gondolom elég lenne 5-6 mi atyánk, ellentétben a Bódi familiával, bár az Isten fizessen meg, még benne van a pakliban. Dobre Morgan Tonyó. Figyeljük. Hát, ja. Azért láttuk, hogy azok a házasságoknak egy részében mi történik, amit papok csinálnak. Hát igen, szóval az a pap nem vállal felelősséget. Jó, Bódiék sem, csak ők, nekik van referenciájuk. Igen. Hát a papoknak nincs referenciájuk. Semmi. Nem mondanak ilyet, hogy nálam 1000 párból egy se vált el. Igen. Nem, sajnos. Igen. Szerintem az Zalán atyát másra használjátok. Igen. Na. Hát gyónás, ja, igen. Tenisz, lelki megtisztulás, így van, tenisz, erkölcsi útmutatás, ilyesmi. A Bódiékat meg arra, hogyha nem akartuk elválni. Igen, mert hallottátok, hogy ők még vállalnak ilyet is, hogy amikor krízisbe kerül valaki, akit ők összeadtak, akit megáldottak, akkor mennek, és akkor énekelnek újra. Garanciálisan. Sőt, hát hogyha nincs gyerek, a Bódi Guszti ráteszi a méhére a kezét. Igen. És akkor ez gyerek. Így van. Zalán atya meg nem megy ki szerenádozni. Azért meg is van egy kis válság. Igen. A házasságban. Na, sziasztok, 608-as szép napot, kezdjetek és szavakban adjatok erőt egy kis dinnye pakoláshoz, Zöldséges Zsolt. Hát jó munkát. Ja, hirtelen erre, mint az uborka pakolás, olyanra gondoltam, ja, hogy a dinnye is hatásos ezek szerint. Hát nem, de igen, a zöldségeseknek azért nagyon kemény a munkájuk. Mi és én egyedül Misit ismerem, aki zöldségtermelő, ott tiszta csegén van, és Misinek van mindene, kukoricája, most tényleg minden nap főtt kukoricát eszem, mert adott egy kartonnal. Tök jó. És annyira jó, annyira, tehát már az illat, amikor, és nem kell több negyed óra neki. Persze. És az igazi nyári feeling benne van. Igazi nyári feeling benne van. De hogyha dinnyét kell odébb vinni, az már nehezebb történet. Én szerintem, hogyha zöldségességgel bekezdtek, akkor apró gyümölcsökkel kezdjetek. Szeder, áfonya. Ezekkel érdemes. Igen. Aztán már megy az eper is, mondjuk, mert az kicsit nagyobb, mint az áfonya, akkor lehet próbálkozni egy-egy dinnye. Néha. Ultra. Ne erőltessétek meg magatokat. Hihetetlen, tegnap voltam Villám Géza barátomnál, és ott az előkertjében ő elkezdett zöldséget termelni. Na. És nézem, hogy elindult valami növény. És ilyen kis gombócok voltak rajta. Mondom, mi ez, tök? Azt mondja, hogy nem, ez spaghetti squash.
What? Mondom, a squash az tök. És, de egy spagetti tök. Mondom, jó, azt nem látom rajta. És látom, hogy fut ki szerintem a főút. Tehát szerintem 3 napon ki lesz a főút. Nem mondtad neki, hogy akkor fog meg a squash töködet, mert most már akad ez a forgalmat. És articsókája is van. Wow. Gyönyörű, azt grillezték, articsókát. És ott állnak az articsókák ilyen izé. Tényleg úgy néz, hogy le a kalappal. Tehát több levendulája van, mint tihanyban. Azt a mindenit, akkor az jó kis előkert lehet, na, ahol elkezdett gazdálkodni. Jó, nem szegény fiúna. Jó Isten áldja meg. Na, ennyit a zöldségekről. Illetve jövünk majd még Vogával. Aztán, drága Istenek, tegnap videóitokat néztem, és elgondolkodtam, hogy milyen jó, hogy vagytok nekünk, hogy még az SMS gyérített hétfőt is oda tettétek, szóval csak köszönjük Zsófi Kecsóról. Ó, Zsófi, mi köszönjük? Zsófi Cukilány Kecsóról, 16 éves. Uh-huh. Rá emlékszem, mert a Lacika azt hiszem, hogy 3-4 felvételből nem tudtad felvenni azt, hogy átöleljük egymást? Igen. Mindig annyira átöleltetek egymást, hogy egyikőtök se látszódott. Igen, ügyes. Jó, Hali éter királyai, ma is húljon az a bódiféle aranyeső 1.400.000 hallgatóra, no meg a többi kívülállóra is, jó utat kíván 19 fokra virradó Kunszent Miklósra. Fal doktor! Milyen rendes, hogy azt mondja, hogy 1.400.000, és akik nem, azokra is. Igen, nagyon. Én is ilyen vagyok. Igen. Én is így érzek. Hullajtott te is. Na. Szia, Anett! Miért nem mondasz sporthíreket? Kíváncsi lennék, mit játszott a Fradi. Csocsó Bábolnáról. Hát a Fradi 0-0-át. Ezt így szoktátok, mit írmondók? Nem. A Fradi 0-0-át. Tehát, hogy... Sporthírek. Nem, de ugye sporthírek. Van a rádióban, csak sporthírek. Délután... Sporthírek, hát mondjam. Sporthírek. Hát, a Fradi 0-0-át. Nem biztos. Tök jó. Jó, hát... Új stílus. Mondjuk most ezt csak kitaláltam, de nyilván hát én azért nem tudom. Tényleg 0-0-át játszott. Tényleg 0-0-át játszott. Tényleg? Igen. Ilyen jó vagyok. De ez most... Ja, ezt kamusztad? Ezt persze. 0-0-át játszott, ja, a Fradi, tényleg. Még annyi, hogy ilyenkor egy másik csapatot is szoktak mondani. Keresni, hogy mondom, most mindjárt írnak, hogy mekkora nagy hülye vagyok, hogy még ezt se tudjam, és elkezdtem keresni, és nem jutottam oda, mert akkor ezek szerint tényleg 0-0-át játszott. Nem, most azt fogják írni körülbelül 800-an, 1000-en, hogy milyen mérkőzéseket mondjál még be, és ez lesz inkább. 2X. M1-esen baleset Budapest felé a 91-es kilométer kő. Előtorlódás, még nincs, szép napot, Ádám császártöltésről. Igen. Hát én szerintem a sporthíreknek több értelme van egyébként, mint a nem létező közlekedési híreidnek. Igen, de vannak sporthírek, csak ugye azt a Bányász Árpi csinálja. Ja, tényleg, igen, de az ő reszortja. Pontosan, és igazából én abban nem szeretnék beleszólni. Teljesen jogos. Igen. Oké, Anett időjárás jelentése elkészült, nézzétek, azt mondja, ma ér csúcsra a hőség, 37 fok is lehet. Már a felhők is megjelennek az égen, késő délutántól még eső is esett, holnap egy hideg front érkezik, ezért országszerte mérséklődhet pár fokkal a meleg. Hétvégén viszont már újra a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, 35 fó felett lesz a csúcs. Akká kimaradt. Nem baj, fónak is jó. Jó is. Mm-hmm. Dalma és Izabella. Hát van nekünk egy izánk. Igen. Így van, nyerges izánk. Igen. Aztán 169 éve született George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. Köszönjük szépen. Igen. Mai napig minden film végén ki van írva a neve. 169 éve. Akkor olyan nagypapája volt a Linda Eastmannek, aki a Paul McCartney felesége volt? Szerintem igen. Akkor a nagypapa. Mert azt tudom, hogy ő Kodak család. Uh-huh. Igen. Aztán 69 éve Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordzal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Igen. Oh, igen. Látjátok, drága kamionos barátaink? Hogy van még feljebb. Igen. Van még feljebb, menjetek el, keressetek egy lemezkiadót, írjatok alá egy szerződést, és dobjátok el a slusszkulcsot. Gyakorolgassatok ott a kabinban, van lehetőség, van idő, hely. Igen. Ugyanezt csinálta Elvis. Nem, vagy nemzetközizett, vagy négykezezett. Igen, négykezezett, én úgy emlékszem. Igen. Megszironozott a logisztikai központ udvarán. Így van, ott állt a depóban egész nap. Szivatták, raklap, és így van. És ő csak énekelte, hogy jól vézom már máj. Így van, és a tahográfot kellett mindig betartani, oh. És ekkor azt mondta, hogy jól vézom már máj. Ez szerette legjobban énekelni. És közben énekelt. Imádta a Pet Shop Boys. Man say, only fools rush in. És akkor azt mondta valaki, hú, Elvis, gyere már onnan a depóból, gyere már. Ismerek valakit a Sun Recordsnál. Csináljátok, kamionosok, aki ma aláír egy lemezszerződést, annak játsszuk a dalait egy hónapig.
Most pattant fel a programigazgatók álmából szerintem. Mert ő tudja, hogy ezek meg szoktak történni. Elvis legyen a példaképetek. Így van. És ne a gumikacsa. Na. Ez egy iránymutatás tőlem. Igen. Nagyon szép. Igen, szakmát rendbe raktál. 139... Na mindegy. De képzel egy Weber Erces hirtelen lemez király lesz. Nagyon jó. Weber's and the Boys, vagy valami ilyesmi megindul. Sőt, én cégesen szervezném, tehát most a Weber's központból én oda telefonálnék a Sun Recordshoz, hogy látom, bírjátok a teherautósofőröket, itt van 270. Nem a Sun Recordshoz, valami magyar kiadó, nem tudom melyik létezik még, Magneoton, vagy valakit hívjatok, vagy izé, mutassátok meg, hogy mit tudtok. Így van. Ja. 139 éve született Amadeo Modigliani, olasz festő, ikonszerű, lírai, hangvételű női aktokat és arcképeket alkotott. Bizony. Így van. Nekem van egy hűtőmágnesem. Mágneseket is alkotott. Ő találta föl. A 61 éve először lépett színpadra a Rolling Stones, a koncert a Marquee Clubban volt Londonban. Egyből a Marquee-ban kezdtek? Ügyes. Igen. Hát igen. Mégis ők a Rolling Stones. Na, elkezdünk zenélni, ma van az első fellépésünk, hé, de mi vagyunk a Rolling Stones. Bocs. 41 éve az E.T. című film megdöntötte a jegy eladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Wow. Igen, és ugye tegnap említettem, hogy emlékezzünk meg Kabát Petiről, aki sírt, amikor a kis E.T. eltekert. Édes Peti, igen. Igen. És úgy kellett neki, akartam egy, és el is eltűnt, az ő IT-je volt neki, igen. És akartam szerezni, és senkitől nem kaptunk egy bőr IT-t, az a műbőr IT. És aztán egy műanyag IT-t kaptuk, azt odaadtam neki, és azt mondja, egyébként mondta nekem nemrég, hogy az otthon van, az becsben van tartva. Hát meg is küzdöttünk érte. Igen. Igen, eléggé. Sárvár, 21 fokos, 36 lesz napsütéssel, Shanghai, fú, de szép. 28 fokos, 39 lesz napsütéssel, tehát ez Shanghai. Kalocsa, 22, 37 lesz, sütni fog a nap. Tiszalök, 20 fokos, 36 lesz ott, és napsütés. Budapest 22, 37 lesz, napsütés. És akkor valamikor én is néztem itt az applikációmat, hogy ilyen este felé jöhet már valamiféle eső itt a mi környékünkön legalábbis. Így van, a felhők is megjelennek, és utána érkezik az eső, holnap meg pár fokkal enyhébb lesz az idő, tehát ilyen 30 fok lesz a maximum kb. De hétvégére visszatér a csúcsidő. Figyeld a finom hallgatót! Te gyökér, tahográf nincs Amerikában. Jó reggel. Milyen jó finom emberek vannak köztünk. Istenem, te rohadék. Adj neki egy börtönt, hadd szóljon. Egy börtönt? Kapjon egy börtönt, bevezetésnek. Jó. Meg így az ajtó se rosdál be. Jó, nézzük gyorsan a témáinkat, gyerekek. Először röhögtünk rajta ezen a sztorin. Egy anyuka nyaralt a gyerekével. És komolyan mondom, hogy röhögtünk rajta, és aztán rájöttünk, hogy ez iszonyat szomorú. Sok szempontból szomorú. Elmen nyaralni, Majorkán egyébként, elmen nyaralni az anya az 5 éves kislányával, és ennek viszonylag gyors vége lett ennek a nyaralásnak, mert a gyerekét totálisan elhanyagolta, ott hagyta valahol, mert egész nap ivott. Jézus. Tehát reggel lement a bárba, és folyamatosan töltötte magát, totálisan. A gyereket képzeljétek el, hogy a szállodában többi nyaraló ember Jézusom. Is tápolt, etette, bekente, mit tudom én. Tehát, és aztán valaki szólt a rendőröknek, hogy itt az anya az totálisan... alkalmatlan szülőnek tegyük ezt, vagy mondhatjuk ezt. Tehát igen. Ez milyen, aki a nyaraláson, hogy gyere, elmegy inni, és ott hagyja. Jó, van, vigyázz, azt hittem, csak a filmekben tud lenni, tényleg ilyen elrontott vígjátékokban. Fel nem fogom. Ugyanakkor van a másik oldala is, hogy micsoda, mondjuk azt, hogy teher sokszor egy szülőnek gyerekekkel elmenni nyaralni. Hát nem olyan. Pihenni nem tud. Bizony. Folyamatosan a gyerekkel kell foglalkozni. Én nem tudom, hogy a ti gyerekkorotokban hogy volt a nyaralás, hogy hova vittek benneteket a szüleitek, és hogy mit lehetett, mennyire figyeltek rátok, vagy sem. De mi, mint szülők, tudjuk azt, hogy tök jó elmenni nyaralni. Imádod, ahogy a gyerek élvezi az egészet, de olyan fárasztó, hogy így lóg a nyelved a nap végén. Igen, és minél kisebb a gyerek, annál nagyobb probléma. Nem beszélve, a szülők nem tudnak olyan dolgokat csinálni, amit egyébként egy lelazulásról szóló nyaraláson megtennének. És nem csak az ivásról van szó, de elmennétek szaunázni. Ott van a két kicsi gyerek, mit csinálsz vele addig? Tehát, hogy... Hát persze. Egyébként az ivásról is legyen szó. Hát ugye elmész egy ilyen all-inclusive szállodába, ott van folyamatosan a mindenféle koktél lehetőség, vagy sör, vagy bármi, és neked észnél kell lenni, oké, megiszol egy-kettőt, de hogy benyomjál ott a tűző napon, mert egy gyerekért felelsz. Bizony.
Érted? Ez nagyon fontos azt a szintet eltalálni. Van, akinek megy. Nem, ügyesen, ez kell rutin. Tehát előtte kell gyakorolni, gyerek előtt. Én nem mondom, hogy a gyereknek egy 8 nyaralása nem megy tönkre, mire belövöm azt a szintet, hogy most már apával azért lehet labdázni. Nos, erről fogunk majd beszélni, hogy ezt ki hogy oldaná meg. Itt vannak szülők köztünk, ugye Laci meg jó magam, illetve majd leendő szülők vannak köztünk, Gyuri és Anett, és kíváncsiak, főleg nála Gyuri, hogy kezelnéd ezt a helyzetet? Jó, meg egyébként, hogy itt elkezdted mondani, arra is visszagondolhatnánk, hogy gyerekkorunkban mi mennyit vettünk észre abból, mikor szülővel nyaraltunk, hogy uh-huh. esetleg mit okozott. Hogy mennyire voltak benyomva? Például. Nem, hogy mennyire figyeltek rá? Mennyire figyeltek, vagy mennyire okozott ez neki plusz terhet, hogy velünk kellett nyaralni? Hát hogy nem? Gondolj bele, hogy aztán jön az altatás, hát egy 5 éves gyereket el kell vinni aludni 9-kor. Tényleg. Akkor mi? Aztán te nem mész le. A szobában, ez az anya akkor... föl se vitte a gyereket. Ő ott volt a bárban reggeltől. Ő magát altatta, igen. Hát igen. Igen. Na, a másik témánk pedig, ez milyen érdekes, gondolom ti is olvastátok. Tóth Andiról van szó. Tóth Andi ugye bejelentette a visszavonulását, hogy ő nem énekel többet, mert ez egész méltatlan, hogy itt zajlik Magyarországon. Sok mindenben egyébként át is érzem. Aztán ugye a Sztárban láttuk utoljára szerepet, most meg az van, hogy divat tervező kíván lenni. Hmm. Ez jó irányváltás egyébként. Ez egy jó irányváltás, ez egy kreatív szakma, én azt gondolom, hogy egy érzéke is lehet hozzá, hiszen én bírom, ahogy öltözködik, de rengetegen ugye azt mondják, akik ugye a divat szakmához bármi közük van, hogy azért ez egy iszonyat drága műfaj. Tehát, hogy beindulni divat tervezőként, ahhoz rengeteg pénz kell. Hát gondolj bele, koncepciókat kell alkotni nyilván, azokban nyilván varni kell, tehát létrehozni darabokat, hogy az hogy néz ki, hogy működik, tehát ott anyag, munka, az iszonyú meló, mire lesz egy olyan kollekciót, amiből már vásárolni tudnak, mert van belőle SS, MS, meg LS is. És aztán onnan meg csak reménykedj, hogy vásárolnak is. És hogy tetszik másnak, amit és csinálsz. És hogy tetszik másnak, így van. Na, de ő ezt elhatározta, és olyannyira, hogy tegnap felhívtuk. És képzeljétek el, hogy jövő hét után van egy bemutatója már. Wow. Tehát én nem tudom, hogy ilyen léptékben halad ez a dolog. Szóval mondtuk, hogy Andi, tudjuk, hogy nem nagyon szeretsz nyilatkozni mostanság, tedd már meg, beszéljünk erről, és azt mondta, hogy oké, semmi gond. Tehát arról, hogy ő divat tervező lesz, hogy, és tudod mi, azért vagyok kíváncsi rá, mert basszus, amiben ez a lány belefogott, mindenben tehetséges volt. Tehát amikor mondjuk hangban utánozni kellett Sztárban Sztár. Ugye megnyerte erre az X-faktor. Igen, de csak táncverseny. A táncversenyen ámultunk. Igen. Igen, elképesztő volt. Sorozatban színészkedett. Hát, fél, vannak ilyen emberek, akik kapnak egy csöpp tehetséget a kis testükbe, lelkükbe, és akkor azért számos fronton ki tud jönni. Igen, aztán Tóth Andival beszélünk ma, képzeljétek el. És reméljük, hogy megúszunk káromkodás nélkül. Ez még egy hiú remény, de szerintem. Tehát én nagyon várom. Na, én is várom. Oké, Agrár Szerda a Vokcival. Hát úgy látszik, hogy elültettem a kis bogarat a fülében. Igen, ő ezt egy komoly megrendelésnek vette, hogy te szeretnél elmélyedni a magyar banántermesztés lehetőségeiben, úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit körüljárni. A debreceni banán. Írok majd Fejes Tominak, hogy figyelje az adást, mert érdemes. Leendő szakértője beszél a műsorban, igen. Tanácsadó. Ez most komolyan? Tehát banántermesztés lehetőségei Magyarországon? Igen. Van lehetőség egyáltalán? Igen. Most a Hangazori Pálmaházán kívül. Igen, kifejezetten ezt kérdeztem én is a Jánostól, hogy meg fogunk tudni tölteni ezzel egy rovatot, és mondta, hogy persze, nagyon sok van ebben. És remélem nem vert át. Csak szabadulni akar. Na jól van, ez lesz majd Vokcival 9 óra után. Semmi. Az neki maga a csoda. Mond, ma mi nyűgöz le, Laci? 3-4 elmúlt 4 perccel. Hát itt az Elvis gyökerező SMS-re jött még egy válasz. Azt, hogy a te gyökerező gyökér. Elvis idejében itt sem volt tahográf a lovaskocsim, amely. Őnek papu ma. Azt hiszem, ezt kipucoltuk, ezt a témát. Így van, amikor Elvis kamionozott, itt még lovaskocsik voltak, tahográf nélkül. Így van. Na jó, érdekes, a kamionosok nem írnak, hogy fú, de jó ötlet. Gyerekek, hogy ne legyetek ilyen passzívak. Hát szerintem most kezdtek el skálázni, most még nem érnek rá, majd amikor az eredményt hallod, akkor biztos jelentkeznek. Jó. Lemez szerződést akarok a műsor végéig. Jó. Jó, úgyhogy kapjátok össze magatokat.
Hát igen, hát amennyiben van ambíció. Laci, mit találtál? Mesélj a nagy bulvár erdőben. A bulvár erdőben nagyon szeretek bolyongani. Gyakran eltévedek, és olyankor magányosnak érzem magam. Tudod, miért szeretem azt, hogy ezt csinálod? Mert te pont úgy gyűlölöd, mint, vagy jobban, mint én ezt az egész bulvár műfajt. És látszik, hogy annyira nem testhez álló, hogy imádom, ahogy előadod. Én tudtam, hogy mi történt kefirrel, meg a MC haverrel. Tehát az... Én tudtam, hogy a szadizmusod az ilyen búvópatakként itt-ott föltör a mélyből, és néha engem talál el, és a bokámnál egy kicsit megáztat, de hogy tényleg ez van a bulvár erdőben, ott ledőlök egy fának a tövébe, és ott sírtogálok csendesen, hogy már megint valakivel mi nem történt, amiből lett egy olyan cím, amire kénytelen vagyok rá kattintani, mert megőrülök, mert tudni akarom, hogy tényleg nem történt semmi. Na. Will Smith elköszöntötte a 25 éves gyerekét. Ez egy nagyon jó dolog, 25 éves gyerek, az már egy kész felnőtt, és az Instagramon írt neki egy üzenetet, amire persze betámadták. Azt mondja, boldog születésnapot, J. Diggy, őrület, hogy már 25 éves vagy. Amikor én 25 voltam, volt egy 2 éves gyerekem. Csak mondom, veled Mizu, mivel töltöd az idődet? Robbant a izé, kommentáború. De paraszt ez. Nagyjából kommentelők is ezt mondták, csak ők finom emberek. Megint csak azt mondom, vacsora asztalnál föl lehet a kis Jay-Z Diggynek ezt tenni, ezt a kérdést. Szeretnék már unokát, vagy mit tudom én. Ez amúgy is idegesítő. Ez a, csinálj már nekem unokát. Nem, igen. Unokát nem neked csinálok, Nagyi, hanem magamnak gyereket. Neked nem csak unokát, maximum ez egy ilyen járulékos veszteség, hogy te vagy a nagyanyja. Igen. Vagy a nagyapja. De ezt a nyilvánosság előtt, a közösségi oldalra kitéve, hogy ott szégyenítse meg a gyereket, hogy nem DUG. Hát de lehet, hogy ez csak eredménytelenül maximum. Tehát, hogy... Akkor meg az a baj. Igen, de egyébként meg ebben én nem találok semmit. Most odaírja a Diginek, hogy 25 évesen már meg 2 gyereke volt, tehát egészségére. Nem, 2 éves gyerekem. 2 éves gyerekem, tehát egészségére. Én ezt nem venném magamra. Megkérdezni, hogy mit csinálok? Hát jó, ott bulizom, apa. Hát mit csinálnék 25 évesen? Hát igen, tehát hogy a gyerek simán mondhatja azt, hogy apa, én egy csomó dolgot másképp csinálok. Például nem megyek fel a színpadra megpofozni egy másik színészt. Apa, igen. Én máshogy csinálom a dolgokat. Én nem ütök színes bőrűeket. Te hogy vagy ezzel színes bőrűként? Hogy vagy ezzel, apa? De egyébként az ez egész... Ez tényleg paraszt. Ez tényleg paraszt, és az egész családban a legjobb fej ki volt, a nagymama, aki kommentelt egyébként, és azt írta Will Smithnek, hogy... Úgy is levertél már embereket, most te szólj ebbe bele. Fél, jó dumája volt az öreg lánynak, azt mondja, hogy úgy látszik a fiad minden bizonnyal okosabb nálam. De jó. Szerintem ez zseniális. Szép. Nagyon cuki kis család. Úgyhogy ez van Will Smith-széknél. A Balatonfagyját azt láttátok? Most volt ez a verseny. Nem. Van valami fődíjas, ami egyébként teljesen megnéztem, valami teljesen elfogadható, valami kreálmány. Na de gyerekek, a külön díjas. Sajtos, tejfölös, lángos ízű fagylalt. Ezt föltalálta valaki egy Balaton melletti fagyizóban. Nekem erős. Én tudom, hogy te nyitott vagy a gasztronómiára. Nem, erre egyáltalán nem vagyok nyitott. Ezt nagyon én sem bírom. Azt mondja, hogy a lángos vékonyra sütött közepét aprítógépben összekeverik sóval, az így készült alaplevet kifagyasztják, erre kerül rétegekben a tejföl, a lángos morzsa és a reszelt trappista sajt. Hát... Lacika kuncog. Aha. Igen. Hát nem tudom. Én nem fogom ki. Nem értem. Tehát nem értem, hogy miért kell olyan műfajokat keverni, ami nem működik. Ez marketing. Ez tehát semmi másról nem szólhat. De és el tudod képzelni, hogy te ott állsz a standon, és ott van a vanília, az eper, a sós karamell, stb. És a lángos tejfölös fagyi, és te azt választod? Nem, biztos. Nem, biztos, hogy nem. Soha. Tehát ugyan, mint hogy lángos csinálnál stracciatellát, érted? Igen. Izé. De hogy nem értem, ez tényleg egy ilyen erőlködés, nem tudom, aki kitalálta, látszik, hogy semmi másban nincs sikere, és ezzel akar kitűnni. Tudod, ezek általában, aki Guinness rekord könyvben benne van, igen. Szerintem azzal baj van azzal az emberrel. Hát, mert semmiben nem tudott az életében bizonyítani, kitalál egy olyan műfajt, amiben nincs versenytársa, és akkor nyilván ő lesz az első. Befizet egy csomó pénzt, a Guinness kihívja a felügyelőt, meg a nem tudom mit, az aláír neki egy dokumentumot, ha nagyon nagy mázlia van, belekerül a könyvbe, de amúgy nem kerül bele a könyvbe, hanem valami elektronikus listán megtalálod őt. Tehát ez a ugyanúgy kitűnni, mert amúgy tényleg vaníliát árulok meg epret, és kitűnik lángosos fagy. Szerintem ez erről szól, ez borzalmas. Igen, úgyhogy ez. Viszont jó hír is van, de ezt már biztos láttátok, hogy Brad Pitt ismét Magyarországra látogat, ugye forgatja most ezt a Forma 1-es filmet, igen. Aminek Hamilton a producere, és ő egyébként elmondta Hamilton, hogy ő nagyon élvezi ezt, mert sokat foglalkozik a forgatókönyv, és ez tök jó dolog, és itt a Hungaroringer is majd, amikor lesz a magyar nagydíj, akkor fognak forgatni, és a cikknek a legédesebb része a vége. Szóval július utolsó hétvégén
hétvégén érdemes Mogyorót környékén járni, hiszen ha igazán szerencséd van, akár Brad Pitt-tel is találkozhatsz. Ez tényleg így szokott lenni. Ez az akár találkozhatsz is. Jó kis program ajánlat. Mogyoródi kolbászos az enni egyet a Brad, vagy ilyesmi, hát erre gondol nyilván. Igen, persze. Tehát engem egyáltalán nem érdekel a Forma 1, de most mit tudom, ezt írta a cikk július utolsó hétvégén. Igen, jegyet nem veszek a Hungaroringre, nem. De kint azért várok, mert hát ha összefutok Brad Pitt-tel. Jézusom. Hát csak van ott egy kávézó, van egy nemzeti dohánybolt, kettő közt ott a meleg napsütésben, ott simán el van. A nagy kávés a csávó, hát ő használja azt a használhatatlan kávégépet. Igen, hát micsoda? Ő nem fog kiugrani, neki van sajátja. Igen, neki van sajátja. De egyébként a Brad Pittnek amúgy se könnyű most, mert az Angelina Jolie folyamatosan támadja. Tudjátok, van ez a franciaországi borászatuk, igen, amiből most a részét az Angelina Jolie eladta valami orosz oligarchának. Brad Pitt teljesen kiakadt, és most megy még a bírósági ügy, és az Angelina Jolie ügyvédei beadtak egy ilyen nagyon, nagyon kellemes kis, hát nem, szerintem nem annyira jogi kiegészítést, hogy mit ugrál a Brad Pitt, amikor ő egy dilettáns teljesen, tehát fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy sár meg szőlő, ami egy borászatban történik, persze néha odautazik, megcsodálja a francia, hát gondolom, munkásokat. Gondolom nem esik jól a Bradnek, mikor odautazik a francia birtokára, és akkor ott egy ilyen orosz házi buliba cseppen éppen, amikor jönnek fel a pincéből, szóval gondolom. Hát ez... csak nem ez történik. Hát. Ezt írta az ügyvéd, hogy mit, azt se tudja, mi a sár, meg a gumicsizma, vagy mi? Igen, tehát, hogy körülbelül ezt egyébként, és hogy néha oda látogat, hogy megcsodálja, ahogy a francia munkások. De ezért veszed, hát mit szedel én azért? Pinknek is van szőlője, ő is csinál bort. John Bon Jovi fia csinál bort, de nem egyébként New Jersey-ben, hanem Franciaországban megbíztak egy borászt azzal. Teszem hozzá, az ő boruk a legtöbbet eladott és legjobban értékelt rozé az Egyesült Államokban. Francia borról beszélek. Csak azért tudom, mert Szvak Sanyi mindig küld. Nem, tényleg így van. Most volt promotálni egyébként Európában John Bon Jovi a fiával a bort. Kár, hogy Magyarországra nem jött. De nem ez a lényeg, hanem az, ehhez nem kell érteni, hanem egyszerűen egy jó üzleti vállalkozást indítasz be, vagy egyszerűen tényleg csak romantikából veszed. Ott vannak a szép szőlők, helyi embereket megbízol azzal, hogy szedjék, lecsináljanak belőle bort, és hozzon kész. Egy megfelelő borászt, aki ért hozzá. Így van, pontosan. Kész. Erről van szó, ezért nem értem, pont egy ügyvédnek, érted, a jog embere, igen, hogy egy ilyen érvelése van. Hát kis élcelődés, úgyhogy nem volt most szimpatikus az Angelina Jolie, ennyit akarok mondani. Már rég nem az, de mindegy. Jó, nézzük, miket írnak itt még. Azt mondja, az éneklést még az Andi is abba hagyta, minek kezdeném én most bezzek stand-upolni, abból még a Laci is meggazdagodott. Meg? Ja, na jó, akkor nem lesz kaménos énekesünk. Hát jó. Gyerekek, megcsináltok már. Jó. Jövünk vissza nem sokára. Azzal a témával, amit bennünk elindított egy... aztán egy írnő története, aki elmegy nyaralni a gyerekével, 5 éves kislányával Spanyolországba, Majorkára, és annyira letojta a gyerekét, ugyanis egész nap reggeltől estig a bárban ült, állt, nem feküdt, mit tudom én, és ivott. És a többi szálló vendég törődött a gyerekkel, de aztán jött a rendőrség, a gyereket elvitte. Gyönyörű. Kérték az apukát, hogy jöjjön. A lényeg az, amiről beszélni szeretnék, hogy egyrészt szülőként milyen nehéz, amikor gyerekkel mész nyaralni, ezt sokszor a gyerekek fel se fogják. Mi gyerekként felfogtuk-e azt, amikor anya, apa elvitt bennünket Balaton Széplakra, vagy nem tudom hova, hogy mi adtunk-e nekik melót? Hogy nekünk hát miért kell a többi nyaraló vendéggel játszani, amíg anyáikat nem is látjuk? Mert hogy? Hát lehet, hogy ők is élték a kis életüket. Hát én nem tudom, hogy nálad, hogy volt. Meséld el ezt. Jó, majd elmondod a tiédet. Szóval ezt a helyzetet próbáljuk. Mi ugye voltunk sokszor gyerekekkel nyaralni, hiszen te is szülő vagy én is. De Gyuri meg Anett még nem. Mit tennétek akkor, hogyha egyszerűen csak ott van egy 5 éves lurkó a kezedet fogja, és így indulsz el nyaralni? Ez nagyon durva a felelősség. Ez nagyon nagy kihívás. Jó, oké. Jó, jövünk vissza, elmondjuk az egész történetet a hírek után. 7 óra, 11 perc van, jó reggelt, drága hallgatóink, itt van Laci. Jó reggelt, sziasztok. Ami Gyurink, hello. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Miért hagytad nyitva a hűtőt? Azért, mert a Lacika kint hagyta a vajkrémet, és kihúztam megint azt a fiókot, hogy bepakoljak mindent, hogy ne romoljon meg holnap reggelig, és akkor gondoltam, hogy egy perc alatt végezni fogok ezzel, szóval annyi időre maradhat nyitva a hűtő. De miért mentél el tőle? Miért nem csuktad be? Mert hát a Lacika vajkrémét elintézted, akkor becsukod, nem? De, igen, de kiemeltem ugye azt a kis fiókot, és akkor a kezemben volt, letettem az asztalra, és annyi időre hagytam nyitva a hűtőajtót. Hányan ismerik ezt a beszélgetést otthonról egyébként? Ugye? Hol nyomtad meg a fogkrémet? Igen. Kólára visszacsavarjam a kupakot? Kicsit bonyolultan gondolkodnak a nők? Nem bonyolultan.
furcsa volt egy üres konyhát látni, ami egy tátong a hűtőajtó, ezért kérdeztem rá. Na mindegy, sziasztok, Gyökérnek üzenem, Amerikában is van tahográf, csak önkéntes alapon működik, király a műsor üzeni, Taki. Na. Akkor milyen unokára célzás, Will Smith-es téma? Egész más a sztori, ez egy poén volt. A fia, akit felköszöntött volt 2 éves akkor. Tehát nem egy másik gyerekre mondta. Erre utalt neki érzelmi megnyilvánulás. Jó. Lehet, hogy hát igen, valószínű, de ezzel együtt mondom, a kommentelők ugyanúgy neki mentek, hogy azért van egy kis nyomasztásnak. Mm-hmm. Nagyon uborka szezon lehet, ha ennyi üzenetem beolvasod. Igen, ez az egyetlen oka. De akkor el fogsz tűnni újra. Tudod, egyszer a Baumgartner is pontot szerzett, mikor kiesett előle mindenki. Ez olyan? Mostantól így írt alá. Ez milyen legendás, a Baumgartner, aki pontot szerzett. Úristen. Na gyerekek, tudjátok, nyári témával tele vagyunk szépen, és ma nyaralásról lesz szó, méghozzá olyan nyaralásról, amikor ugye a szülők együtt nyaralnak a gyerekekkel. Uh-huh. Nem ritka, de van egy furcsa történetünk ehhez. Képzeljétek el, egy ír anyuka elutazott Majorkára az ő 5 éves kislányával. Kettesben. Uh-huh. Így van. Ami tök jó, szóval én is voltam a lányommal kettesben, Törökországban, tehát hogy ez tud lenni nyilván egy ilyen elvált állapotban, ez egy teljesen oké dolog. De amúgy teszem hozzá, egyébként nem elvált állapotban, és ez egy tök jó móka, amikor egyik gyerekkel elmegy az egyik szülő. Igen, és az egy ilyen anyalánya, vagy apafia utazása. Abszolút, igen. Tök jó. Igen. Na, és tehát ott volt ugye Majorkán az 5 éves kislányával, gondolom egy ilyen all-inclusive szállodaszerűségben lehettek, és gyakorlatilag az anyuka rögtön magára hagyta a kicsit, és innen elkezdett folyamatosan csak inni a szálloda bárjában. Tehát ott volt csak megtalálható, a kicsi az vagy lófrált valahol, vagy a szobában volt, vagy... Na, és már ott a recepciónál becsekkolásnál mondta anyuka, hogy na, én megyek a bárba, te merre mész? Aha. Tehát az all you can eat, meg ez az all inclusive szállás, ez egy kicsit komolyabb vonzerő volt anyának. Úgy tűnik, hát ír. Tehát, igen. Szóval reggeltől estig ivott, ezt mondták a többi vendégek is, és a rendőrség aztán elvette a gyereket, egy-két napig tartott ez a móka. Gondolom, ezt anya észre sem vette. Anya észre sem vett semmit. Aha. Tehát mondom, ő reggel lement és ivott. És a kis Juliet, vagy nem tudom, hogy hívják, tök mindegy, ő meg lófrált a szállodában. Szegény. Amíg csak valakinek ez fel nem tűnt, és szóltak a hatóságoknak, hogy itt az nagyon nincs rendben, mert anya pocsolja részeg, és a kisgyerek meg jön-megy, olyannyira, hogy képzeljétek el, hogy a többi vendég etette meg néha a gyereket, ha kiment a napra, bekenték napkrémmel, meg mit tudom én, mert az anya leszartam. De cukik egyébként, hogy gondoskodtak róla. Hát egyébként én is ezt tettem volna. Tehát, hogyha látom, hogy ott van egy pocsolya részeg német anyuka, és a gyerek, akkor én is megkérdezem, vagy szólok ott a recepció, hogy valami gyereknek hozok valamit enni, mit kérsz, egy hamburgert, hasábburgonyát, valamit csinálok. Hát az nem? Hát nem, hát valószínűleg nem is volt ott a pocsolya részeg anyuka mellette egyébként, a gyerek bárhol volt tök egyedül, megkérdezett, hogy hát te egyedül itt mit? Persze, persze. És akkor max a gyerek azt mondja, ott van anya. És akkor, hogy... Aki Supermanben fekszik a pulton, ő anya. Itt vagyok, Nyugi, uralom a helyzetet. Szóval, nem tudom, először is a kislány helyébe is nagyon nehéz, azért 5 éves, az már egy értelmes gyerek, hogy gondolj bele, Gyuri, mondjuk te vagy ilyen pici, és ott vagy egy ilyen idegen helyen, ahol van fű, medence, lögybölnek valami italokat, fölnézel, ott van sok-sok felnőtt, csak lábakat látsz a te magasságodon, és egyszer csak valaki szádba nyom egy hasábburgonyát, a másik bekeni a kis hátadat, és akkor mehetsz tovább. Hogy a legkirályabb nyaralás ever. Én vagyok az élet császára. Eljöttünk egy helyre, egy tengerpart, minden, és mindenki engem szeret. Érdekes szempont. Tehát azt gondolod, hogy a spanyol hatóságoknak nem kellett volna beavatkoznia? Ezt sem mondom, mert azért jó, hogy apát oda hívták, mert azért sokáig nem volt ez tartható, hogy a szomszédszobából a Günterék gondoskodjanak rólam, tehát ez nem, de egy picit szerintem el tudták terelni a gyerek figyelmét, és akkor nem volt belőle gáz. A gyereket egyébként a rendőrség elvitte, és szóltak az apukának, aki Írországból odarepült Majorkára, és elvitte magával a gyereket. Szép. Mondjuk, amíg rendőrök nem voltak a sztoriban, addig valóban az volt, hogy a kislány egy all-inclusive szállodában témfereg, bekenik a hátát, etetik, fürdik, nem tudom, el van, utána elviszik a rendőrségre, az már nem olyan jó móka. Nyilván, mert akkor ő is sokkal drámaibbnak éli meg ezt a dolgot.
Hát nyilván, és azt sem értem, hogy egyébként miért nem lehetett a rendőröknek fellépni az anyukával szemben úgy, hogy hölgyem, most elviszük a gyereket egy, nem tudom, a rendőrösre, telerakjuk plüssbabákkal, és holnap reggel józanul jöjjön érte. Igen. Hát lehet, hogy elmondták a vendégek, hogy egyébként ez egy folyamat, és ő aha, ezt csinálja, mióta ott van, és akkor a rendőrök is úgy voltak vele, hogy engem nem bízzák rá. Inkább szólnak apának. Ugye, ja. Nem egy ilyen egynapos félrecsúszás. Igen. Na, hát ott van a másik oldal. Ott van egy anyuka, aki nyilván stresszel az ír élet, elvált a férjétől, stb. Végre elmegy nyaralni, rengeteget dolgozik. Hajtja az ír vér, mondom. Hát hajtja az ír vér, igen, hát az ír gene, igen, hát az abszolút. És ugye ő szeretne egy picit ellazulni, picit nyaralni, ahogy egy ír szokott. Ahogy a történet is mutatja. Ez az all-inclusive szállod, de nem volt felkészülve az ír nyaralókra. De nincs joga egy anyukának egy picit úgy elengedni a gyeplőket? Hát azért teszem hozzá, hogyha ott van apuka, aki érte tudott menni a gyereknek, hogyha anyukának ez volt a célja, hogy 10 napon keresztül talajrészegre issza magát egy malorkai szállodában. Nem hiszem, hogy célja volt, azt hiszem, hogy eredmény, ez nem cél. Nem számítom. Most komolyan, azt mondta, hogy egy írnő nem számít rá, hogy 9 liter viszki után ez történik. Nem, hát az írek is néha elkalkulálják magukat, persze. Tehát lehet, hogy ez a 8. nem igen, azért a szülő nem lehet a gyerek rabszolgája még nyaralás közben is, nem? Egész évben az vagy. Abszolút, ezen gondolkodtam, hogy ez ezek szerint ezt jelenti tulajdonképpen ez a szituáció? Hát gyerekek, nyaraláson ti vagytok, igen. Ti vagytok a gyerekesek, mit mondtok? Nyaraláson igen, tehát ott minden programot úgy kell kiválasztani, hogy az főleg a gyereknek legyen jó, mert nem te viselkedsz hisztisen, amikor valami unalmas vagy nem élvezed, hanem a gyerek. Ahhoz igazítod a kajálást, mindent, hogy mikor legyen, hol legyen, milyen fajta kaja legyen. Tehát mindent az alkohol szintedet is úgy kalibrálod be, Gyuri. Hú. Igen. Húha, Gyuri. Nem, hát én egyébként én imádok, vagy imádtam, amikor kicsi volt a gyerekkel nyaralni, de azért ott nagyon-nagyon sok minden. Tehát az tényleg abszolút lefáradsz. Mert én vagyok az, aki elindultam bele csúszdázni, én ugrottam be bele 20-adjára is a vízben, én vittem a nyakamban a vízben, ha karuszó volt rajta, vagy bármi, akkor én vigyáztam arra, hogy ne kerüljön olyan helyre, ne lépjenek rá, ne fulladjon meg, stb. Én törölgettem meg, én hoztam neki, aztán amikor vizes hajjal volt, akkor a sáburgonyát ketchuppal. Ez egy 0-24-es animátor program. Ez egy 0-24-es animátor program. Lehet élvezni. Iszonyat sokat röhögtem meg mindent. Tehát ez egy vicces, de nagyon-nagyon fárasztó dolog. Bizony. Hát csoda, hogy az ember azt érzi, hogy most azért már meginnék valamit. Egy 5 percig. Én iszom is. Egyedül lennék. Én iszom is. Nem, csak tudni kell. Hát igen, azért egy mohitót benyomsz. Tehát az jár neked, a nyaralásnál jár neked ez. De nyilván nagyon-nagyon kell arra ügyelni, hogy a gyerek előtt te ne idd le magad. Tehát ez fontos, tehát ezt a szintet kell tudni. De lehet, hogy az ír mami meg nem tudta hát a szintet. Meg, hogy a gyerek veszélybe kerül, akkor tud felismerni, és közben tud lépni, mert veszélybe pontosan, is kerülhet. Pontosan, hát abszolút. Abszolút. Nálatok ez hogy van, Laci? Mert ugye nálatok 2 gyerek van, viszont 2 szülő. Hát igen. Hogy volt felosztjátok, hogy az egyik gyerek az egyik szülői, másik a másik szülői, vagy órákat cseréltek, hogy 2 óra veled, 2 óra velem, vagy kedden veled, szerdán velem. Vagy egy hétig veled, én meg otthon vagyok. Nem, igazából felosztani szoktuk az időt. Tehát amikor mint olyan helyen voltunk, ahol volt szauna. De volt ilyen, hogy Kinga, 3 óra. Hát nem, volt. Az ennyire nem. Csere. Mondanám, hogy... Ne rabold az időmet, már 5 perc, az én időm megy. Nem, amikor mit tűn, Ausztriában elmegyünk egy olyan helyre, ahol van egy jó szauna, ahol egy lezárt rész van, oda gyerek nem mehet, de akkor nem tudunk együtt menni szaunázni. Hát igen. Akkor apa most már elmenne szaunázni, akkor most egy kicsit a gyerek medencénél, és akkor én bemegyek szaunázni, addig a feleségem el van a gyerekekkel, ott vigyázz rájuk, nem tudom, de nagyon nehéz kijönni a szaunából. Bemész, és azt mondja, hogy van 60 perc. Mm. És akkor már egy 58-nál hát 15 nézett, percet hogy... nem bírok a szaunával, nem 60. Ezért nehéz a Lacinak kijönni, mert ő 60-at van nagyon. Be. Te bírsz 60-at a szaunában? Persze. Csak azért, hogy ne legyél a gyerekekkel, mi? Én azt mondtam... Inkább puhára fölök 90 fokon, nem megyek vissza. Drágám, azonnal jövök vigyázni a gyerekekre, hogy leváltsalak, amint a kabinos vagy az úszómester kihúz a szaunából. Egyébként mi, amikor gyerekek voltunk, milyenek lehettünk a szüleinknek? Ti emlékeztek arra, hogy mennyire vigyáztak rátok, mennyire volt a közeletekben, egy balatoni strandon akár, vagy bárhol? Rám nagyon vigyáztak. Mi nagyon sokat nyaraltunk együtt. Horvátországba mentünk, meg hát ugye mindig a sziklás, nem? Kiengedtek a sziklára? Nem.
Na látod, nem engedtek ki a sziklára, persze. És vettek a talpadra olyan kis sziklajáró cipőt? Már itthon, bizony, úgy mentünk ki, igen. Bekentek? Be is kentek, igen. Elől hátul? A strandon, hogy mindenki nézze, persze. És volt rendesen, ezért karúszom egy ideig, meg ilyesmi, és aztán amikor már rendesen tudtam úszni, akkor is jöttek velem, meg ilyet, tehát nem nagyon volt az, hogy nem is mehettem be egy bizonyos mélységnél bejebb, szóval... Hogy olyanok a te szüleid, mint amilyen én voltam, amikor kicsi volt a gyermek. Igen. Nálad hogy volt ez, mikor gyerek voltál? Hát mi Balatonon voltunk ugye többségében, és ott leterítette mindenki a pokrócát, azt hiszem az volt akkor. Nem, volt még most is az van, klasszik. Pokróc, igen, Balcsin klasszik. Pokróc van. Igen. És akkor ott jöttünk, mentünk, elmehettem mit tudom, egy fagyért, tehát az a látótávolság. Vagy mit tudom, én néztem, hogy apám sakkozik másokkal, de azt rájöttem, hogy ez engem ez... Nem tudom, mi ez a sakk. Ezt átérzem, hogy ez van. Aztán egyszer azt mondták, hogy nézd, Gabika, ott van Örkény István bácsi, kérjél tőle autogramot. Oh. Gondoltad, hogy 8 évesen mennyire tudtam, hogy ki az az Örkény István, de oda mentem. Esküszöm. De délután 5-ig ne gyere vissza, úgy kérdezt az autogramot. Örkény István bácsitól. Nem viccelek, ott volt 3 pokróccal odébb Örkény István, és kértem egy autogramot. De helyes. Tehát, hogy nagyjából ez volt a felügyelet. Én így művelődtem. Ettől lettem ilyen, igen. Ha ilyen jól ment sikerülni egy autogramot, kérjél még 20-at, mert azt el tudjuk adni. De régen biztonságosabb is volt, nem? Tehát, hogy a vízben nem engedtek. Hát, mert Örkény Istvánok voltunk ott is. Persze. Rajtad volt a karúszó, Örkény István bácsi ölébe beültél, és ennyi volt a legrosszabb eset, hogy bemész a vízbe, de a karúszó meg megvéd, nem? De. Hát ez volt. De. Örkény István bácsi karúszóját kaptam kölcsön. Jó volt a derekamra. Így van. Hát ma már veszélyesebb. Persze, sokkal veszélyesebb. Én arra emlékszem, hogy amikor én mentem a szüleimmel nyaralni, akkor kb. Az volt, hogy egy-két, tehát hogy mindig volt egy-két barátnőm, akit így vittünk magunkkal. Uh-huh. És azért szerintem az volt a taktikája anyának meg apának, hogy akkor mi el vagyunk és játszunk. Hát az egy nagyon jó taktika, hogy így van. Igen, tehát, hogy nem szülőfüggő vagy, hanem el vagy a barátoddal. Igen, igen, de nyilván azért ők is néztek, és ahogy te mondtad, hogy ilyen látótávolságon belül voltam, de mégis volt nekik egy kis én idő. Ó, én egyszer nagyon, akkor lehettem talán 12-13, nagyon szerelmes lettem Horváth Tímeába. Ő ki volt az Örkény István bácsinak? Ő egy másik nyaralóban volt, az Tihanyban volt, és egy nagyon-nagyon helyes csaj volt. És a lényeg az, hogy egyszer emlékszem, hogy bátorkodtam valamit az autóból kérni, és apám adatta az autókulcsot, és ő lejött velem az autóhoz. Tímea. És akkor az, hogy ott basszus, fúj, milyen mérges voltam, hogy nem tudtam azt mondani, hogy gyere, ülj be, és megyünk egy kört. Tényleg ez lett volna minden vágyam, hogy elvigyem a csajomat. Nem volt a csajom, de érted, elvigyem, és akkor tudjak imponálni neki. Ráadásul nyugati autónk volt. Hány éves voltál? 12. 12. Hát még pilótakékszel le tudtad volna ott kenyerezni a kocsit. Nem azzal akartam volna. Na, de nézzük meg, hogy ti hogy csinálnátok ezt. Gyuri, mondjuk, ugye neked nincs gyereked. Nem is tervezel gyereket. De, próbálom magam... majd idővel. Jó, de igazából nem. Ja. És ezt illik mondani, igazad van, mondd is ezt mindig, de igazából te se tervezel. Te is tudod, hogy nem. Akkor ne buktassál mele, de igen. De nem, na, igen. De nem, én összehozlak egy gyerekkel. Elmondom, köszönöm, próbálom... Köszönöm szépen, hogy gondomat viseled. Próbálom beleélni magamat a helyzetedbe. Tehát tegyük fel... Mondjuk te ugye fesztiválon vagy, ezt el tudod képzelni. Igen, igen. Fesztiválon vagy, és figyelj, minden vagány sráchoz csapódik sokszor egy spontán gyerek. Ezt te is tudod. Szerencsére ilyen fesztiválon nem volt. Nem ilyen, ez a Bud Spencer filmekből tudod. Igen, igen. Az a kis srácok, amikor utazták vele a világot, hát nem? Nem, az nem ugyanaz a kis srác volt. Tehát Afrikában szedett fel egy gyereket, Hongkongban, és azt hiszem, hogy... Egyiptomban. Egyiptomban. Igen, tehát Omar, Budu és Csong. Lehet, hogy nem így hívták a gyerekeket, de picik voltak. Tehát egy vagány férfi előbb-utóbb ott találja magát, hogy egy gyerek kezet fog. Aha, oké. És ezért gondoltam rád. Köszönöm. Hogy ez nem kell gyermeket nemzeni, hogy összejöjjél egy gyerekkel. Aha, ez egyre izgalmasabb. Fesztiválon vagy. De figyelj, el tudom képzelni, hogy már lazán a haverokkal minden sorba álltok, és ott van egy helyes szőke srác, mit tudom én, Litvániából, Poljanka. Itt ilyen fesztiválarc. De egy kis srác, egy 5 éves. Egy kis srác. És nem tudod, ott hülyéskedik veled, és akkor mit te nyomsz neki egy 5-ös, így ezért belepacsizol a tenyerébe, és semmi, és mész tovább este halott pénzbe. Húzzál vissza apáthoz. Nem, nincs apja. Aha. És
Nem, valahogy ott van, fogalmat sincs. A lényeg az, hogy te még elmész este velhelózni, meg halott pénzelni, meg nem tudom mit csinálni, bezárkózol a sátradba félholtan, és reggel felkelsz, felhúzod a cipzát, kidugod a fejed, azt a másnapos bűzlő fejed, és ott látod, hogy a kis Poljanka ott ül törökülésbe, és rád vár. És akkor fölállsz menni zuhanyozni törőközővel a váladon, és ő megfogja a kezed. Jézusom! Tök helyes srác. Hát este még high-five hoztál vele. Igen, mert este még hangulatban voltam, de hát mit akar a sátramnál? Na jó, meg kell oldanod, mit csinálsz? Egyből a hangos bemondóhoz viszed és oda kötözöd? Hát megkérdezném tőle, hogy hol van az apád, Poljanka. Litván, hallod? Where are your father, Poljanka? Ezt érti, nem? Nem érti, Litván. Litván, de tök helyes, és izé incselkedik, megszór homokkal. De gondolj bele, hogy akkor van, ugye reggelizni is kéne, el tud vinni azt reggelizni, elviszed a standokhoz, választhat magának pólót, vagy szuvenírt. De nem váltunk át Vidán Parkba vadidegen gyerekkel azért, mert pacsisztam vele a Well Hello koncert előtt. De semmi Bud Spencer nincs? Hát semmi. Hát végigvitte az egész filmet. Ahogy Bud Spencer mellém teszed, nincs közös bennünk. Megpróbálom megkeresni az apját, még reggelizünk együtt, az biztos, de hát utána egyből valami... akarja rázni. Igen. Fogadjam örökbe, flangáljam. Nem, de nincs ott az apja. De hát ez hatóságilag is gázos. Hát én flangálok egy vadidegen gyerekkel egy fesztiválon, hát szerinted mi lesz abból? Flangálni az még nem gázos. Hát köszi, hát ez nagyon fura. Igen. Ha van egy kis önuralmad, akkor nem lesz gázos. Ha benned semmi olyan felelősségtudat, semmilyen nem ébred, hogy ezzel a gyerek, ezért most felelsz ezért a gyerekért. Hát nyilván nem ellökném ki valahová és futnék el, hanem akkor megkeresd. De valami. Ő haverkodni akart, tehát felnézett rád, mint a kis Budu a Bud Spencerre, érted? Felnézett rád. Értem. Annyit tudok, igen, hogy gondoskodom róla, amíg valami nem lesz. Mondjuk nem találok egy szervezőt, vagy valamit, és odaadom neki. Őt, kifejezetten neki. Kinek adod oda, Lindemannak? Azt mondom a Lobenweinnek, hogy őt szólolgatta a kis Poljanka. Őt, pont őt. Te lerázod? Le. Azt a mindenit. De mit vártál a történet végén, hogy hazamegyünk kézenfogva naplementébe? Elviszed kalandozni, elviszed Csúszda Parkba, elmentek Füredre bobozni. Mit tudom, veszél, ide is behozhatnád. Behozhatod ide, vattacukrot. Nyugodtan itt egy cég. Egészen addig, amíg mit tudom én, a litván apja haza nem jön a japán üzleti útról. Nem tudom, nekem az, hogy nincs meg az apja egy fesztiválon, ez egy kicsit komolyabb megoldandó probléma, mint hogy elmenjünk bobozni. De hát addig, amíg, és hogyha azt mondják neked a Lóbenben, elértük az apját, 4 nap múlva érkezik vissza Oszakából. Akkor mondom, hogy milyen jó, hogy találkoztunk, Noresz, akkor Poljanka, Noresz. De téged, te vagy a haver, a spanyol, ezt hát nem tudod érni. Négy nap múlva jön az apja, 4 napig vigyázok rá. Na, okay, végre ezt kipréseltem belőle. Azt akartad, hogy fogadjam örökbe. Nem az, hogy fogad örökbe, hanem hogy törődj egy gyerekkel. Igen. Törődöm, amíg a szülei nincsenek meg, de hát neki a szüleivel a helye. Vissza is fog menni a szüleihez. Na, megnyugtattál. De 4 nap veled egy fesztivál területen. Visszafognál az alkoholizmusodat? Tehát kevesebbet innál a kis Poljanka miatt? Igen, biztos. Biztos, elrontaná az egész bulimat. Próbálnál egy közös nyelvet kitalálni vele? Ő csak litvánul tudta meg magyarul? Hát ilyen mutogatósat tudnék. Viszont csajozni lehetne vele. Gyerekkel? Nagyon? Nagyon. Nagyon. Hogy csinálnád? Hát, hogy mondanám, hogy szaladj oda a nénihez, de nem tudok neki beszélni, mi, de nem tudunk egy nyelven beszélni. Hát, tud mutogatni se, semmi. Tehát valahogy a kommunikációt fel kell építeni, Gyuri. Hát igen, akkor mutatom, hogy a nőhöz, menjen oda a nőhöz, piszkálja meg, és akkor én meg utána szaladok, hogy jaj, fiam. És az egy nagy salert. Jaj, fiam. Megint nők alá nézeget, Poljanka, fiam. Igen. Hopp, ez a kisgyerek elájult, mi viszont iszunk valamit. Na jó, gyerekek. Szóval, látjátok, hogy milyen nehéz ez. Gyuri nagyon nehezen tudta beleélni magát, igen, hogy ne rázza le a gyereket. Hát ne haragudj, viszonylag nehéz beleélni magam, hogy egy vadidegen kisfiúval kéne programoznom a Balatonon 4 napig. Elviszed bobozni, nem az apját. Ezért vannak meg a Bud Spencer filmek, barátom, hogy ebből tanulj. Az is egy beteg film volt. Végre valaki kimondta. Gyerekek, drága hallgatók, meséljétek el azt a pillanatot, amikor azt érezted, hogy valamit nagyon gyorsat tenned kell, mert a gyereked rabszolgája vagy. De nem csak nyaraláskor, hanem... Munkaügy is lehet ez például. Akár. Halasztanod kellett. Nem tudtad megcsinálni, mert muszáj a gyerekkel foglalkozni. Így van. Egy programot le kellett mondani. Tehát amikor egyszer csak felismerted, hogy Úristen, mivé vált az életem, a gyerekem rabszolgája lettem. 0-20, 22-22-122. Ez a bocskor!
3-8 lesz egy perc múlva. Na hát, szegény Gyuri, hú, de megizzadt. Igen. Hát persze, megizzadtam, mert egyfolytában azt tartott a természetesnek, hogy én egy vadidegen kisfiúval flangálok ott a balcsin, kirendülök. Neked van ez a beteg mozit, én ezt úgy tartottam természetesnek és helyesnek. Ahogy mondtam, ez a Bud Spencer féle, a kisgyerek és a nagy, macsó, vagány, borostás figura barátok. Igen, csak aztán ezt nem kalkuláltad be, hogyha ezt a nagy macsót, aki én vagyok, megállít egy rendőr, egy vadidegen litván kisfiúval, akkor ott azért lesznek kérdések, amiket nem tudok megválaszolni. Tehát, hogy nyilván először az apját kell megtalálnom, és nem elvinni élményeket szerezni. És mi engedélyt kéri az apját, hogy megtalál az apját, mint adjon egy írásos, hogy a rendőrnek meg tudom. Hadd vigyem el bobozni ezt a kisfiút. Ez nem ilyen bonyolult, azért nem így gondolkodnak az emberek. Tehát például a rendőrnek simán tudod azt mondani, hogy addig gondoltam, elszórakoztatom, de milyen jó, hogy jöttek, segítsenek már megkeresni Oszakában idősebb Poljankát. Hali, nálunk feleségem para anya. Mindenben azt látja, hogyan fog meghalni az összes gyerek. Ebből Jézus. Adódóan nyaralásnál én szoktam velük foglalkozni, mert én megengedő vagyok. A szörnyek is velem szeretnek mindenfélét csinálni. Igen, ez szokott lenni. Aztán sziasztok, anyámik megoldották a nyári pihenés suli vége után. Egy hét otthon, utána 2 hónap vidéken az Isten hát mögötti településen nyaralás a nagyszülőknél. Legizgalmasabb program a séta volt a fagyizóba hetente egyszer. De anyám még legalább kipihenték a tanév nehézségeit, zsé. Igen. Ez nálunk is volt, én mit a nagyszüleimnél voltam lent Baján. És akkor anyám még csináltak otthon, amit akartak, semmit, tehát neki nem kellett ezzel foglalkozni. Én meg, hogy egy hajózási útvonalon csak úgy azt gondoltam, hogy 10 évesen simán keresztül fogok úszni, azzal a nagyszüleim utána foglalkoztak, Jézusom. Szia Gyuri, 55 éves vagyok, és ha majd bekerülök az idős otthonba, örömmel fogok elveszni a kiránduláson, ha te fogsz megtalálni. Nagyon kedves. Itt 2 célcsoport is alakult. Nagyon kedves, váratlan, de kedves. Minden áldott nap ezt éreztem 16 évig. A fiam már 20 éves, az elmúlt 4 évben behajtottam a tartozását. Esténként megmasszíroztatom a lábam, ő mosogat, tereget. Lassan készül elköltözni a Mama Hotelből. Jó a téma, Évi. Ez nagyon jó. Mi szoktunk a kisebbik fiammal dílelni. Azaz? Hát ez a lábmasszíroztatás, ez nagyon van, és akkor azt érzem, hogy azért azt mégse csináltam, hogy a gyerekkel közlöm, hogy na, apának kicsit be van dagadva a bokája, meg kéne masszírozni, hanem akkor dílelünk. Tehát, és mi a csere? Cipőimet hát tisztítsd meg, cipőimet tisztítsd meg. Nem. Hát akkor én is így megmasszírozom neki a lábát, tehát mi így dílelünk. Tehát, hogy jó. Ez így egy kicsit korrektebb, mint aranyos. Hogy 4 éven át behajtani. Igen. Anett, rólad nem is beszéltünk még. Nem beszéltünk, de lehet, hogy hasonlóan kellemetlenül érezném magam, mint a Gyuri, de egyébként... De nem gyereket találsz, hanem mondjuk azt, hogy elváltál, ahogy szoktál. És mint ugye mindig ez volt a vége. Minden hétvégén csinálod. Igen. És van egy gyereketek. Hát tehát nem jöttem ki egyedül ebből a kapcsolatban. Én nem jöttem ki egyedül, de most éppen az apánál van, és te indulnál Miami-ba szórakozni, ugye Estebánnal újra be kell gyújtani a lángot a kis olajkályhádban, akkor a barátnőiddel megbeszélted, hogy mentek arra a drága tequila partira, akkor még benevezett a Daytona Beach-i vizes póló versenyre is, az pont 19-én lesz. Ki ne hajt. És loholva egyszer csak megjelenik, ahogy becsekkolnál a repülőgépre az elvált férjed, a kis 5 éves fiaddal Maxal, hogy ő most tizé, neki dolga van, üzleti út, és akkor vidd magaddal, itt a jegy. Vidd magaddal. És kész, ott állsz a repülő, és a kezedben a kis Maxod, és indulás. És a pólod Daytona Beach-re. És ami már vizes. Itt, jól bevizezted a pólod. Tehát akkor nincs is esélyem arra, hogy valakire lepasszolom a gyerekemet. Nem, vinned kell. Vinnem kell. És ott a jegy, rá van írva, hé, a Max, és indultok. Mentek. Hé, a Max. Tehát akkor megyek, hé, a Max. Hát akkor felszállunk a gépre, egyértelmű, viszont nekem akkor... Jó, most a vámot el nem mond, tehát most már ott vagyunk Miami-ban. Jó, ott vagyunk Miami-ban. Az első nap van a randim Estebánnal, vagy lenne a randim? Estebánnal, így van. Egyik barátnő se tudja bevállalni a Maxot, mert nyilván nekik is dolgok van. Persze, ilyenek a barátok. Tehát ott vagy, Esteban vár téged egy forró szalsza partira, a rokonokkal, Nagyi is ott lesz, mert az Esteban nagyja. Lesz csúros. Nagyszerű.
akkor ezek szerint a gyerekemmel megyek, az 5 éves fiammal, akkor valahogy be kell adnom az Estevánnak, hogy... Tehát, van egy 5 éves gyereked. Egyrészt. Ezt nem mondtad el neki eddig? Eddig nem. Jaj, jó, oké. Tehát megjelensz a kis Maxszal, és azt mondod, hogy ő a gyerekem. Igen, igen, hogy ismerje meg, és hogy tehát, hogy azért jó lenne. Mit van az Maxnak? Ki ez a copfos latino? Hogy az Eszter barátnőm ismerős. Azért hívják Estebánnak. Milyen ígéretes. Találkozott egyszer Estebánnal, mert most újra találkoznak, és visz egy gyereket, hogy Esteban, ismerd meg a kis Maxot. Ez ígéretes. Hát nyilván nem hazudhatok neki, hiszen majd Max anyának fog szólítani, vagy maminak, vagy bárhogy, és akkor az Esteban rájön. Jó, persze, nem szabad lebukni. Így van. Igen. És akkor ott vagy vele, tehát elviszed a partira. Nem mondod elviszem, le Esteban. Nem tudok más csinálni, viszem a gyerekemet, és csak bízom benne, hogy az Esteban nagyja szereti a gyerekeket. És akkor... Aha, Esteban nagyjának oda. És mennyi mohítót szánsz magadnak, úgyhogy még este haza tudjál taxizni? Egyáltalán haza taxizol-e? Kénytelen vagyok a gyerekemmel, úgyhogy valami mértékkel. De előtte lehet, hogy a te taktikádat választom, és... előtte edzésbe teszem magam. Nem tudod, mert nem. Váratlan a helyzet. Jó, még ott van a... Ne felejtsük el, hogy 19-én van Daytona Beach-en, amire a barátnőt benevezett téged is, meg saját magát a vizes póló versenyre. Azt nem hagyhatjuk ki. Maxnak mondom, hogy ez egy jó poén. Tehát, hogy itt most ne nézzen, ne gondoljon semmire. Anyával meg az Eszterrel megyünk egy kicsit lubickolni az óceánba. Nem, ott locsolás van egy színpadon. Tudom. Ja. Tudom. És sok tapsó egyetemista. Igen, sok tapsó egyetemista ilyen hanggal, és Esteban, de ott van Esteban a kezeddel, rajtad van egy szép póló, és elérkezik a pillanat, amikor föl kell menni a színpadra, ahol ugye a DJ lelocsol téged, benneteket egy slaggal. Nyilván a színpadra nem viszed fel Estebánt. Mit mondasz nekem, amikor elengeded a kezét? Nem Esteban, hülye vagyok, Max. Max. Igen. De Esteban is ott lehetnek. Ezt el nem mond apádnak. És nem csinálhat fotókat. Maradj ezekkel az egyetemista fiúkkal, ők jó fejnek tűnnek. Na jó, oké. Anett, köszi, jövünk egy Hungary Machine-nal. Így van, dalszöveg. Ó, hát ez tegnapról ugye nem sikerült, úgyhogy ugyanaz, aki hallott, annak ez egy kicsi segítség. Ez jó, ez tényleg így van. Jó, hívjatok most 0620-22-22-122. Indul! Hungary Machine. És 8 óra lesz pontosan 6 perc múlva. Hú, gyerekek, új hír, hogy teljesen meghalt megint az SMS, tehát drága SMS-ezők, énekesnek készülő kamionosok, drága anyukák, apukák, akik rabszolgaként, de mégiscsak lelkesen nyaraltok a gyerekeitekkel, nem tudjuk. Igen. Elolvasni az írományotokat, mert semmi nem jön. Mennyi jó történet jöhet pedig, mennyi tehetséges igen. Kamionos, és most itt hányan írhattátok, hogy de megnéznétek Anettet vizes póló versenyen. Igen, de sajnos nem tudjuk ezeket elolvasni. Igen. És ma többet is fogunk hibázni, mert nem vagytok itt, hogy kijavítsatok minket. Igen. Igen, igen, igen. Nem lesz könnyű. Na, mi legyen? Zsolttal játszunk egyet, viszont telefonon sikerült elérni bennünket. Szia Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Zsolt! Zsolt, húzzuk egy picit az időt. Mesélj magadról, honnan... Hazudhatsz is. Igen, honnan telefonálsz, mivel foglalkozol, mi a hobbit, ki a kedvenc pornó... Ja, nem, azt... Azt is lehet. Mindegy, legyen nem, érdekes, nem, mondjad. Nem. Időhúzásba belefér. A belefér, igen. Igazság szerint a születési neve az Carlo Escobar. Aha. Aha. Éppen lakunk, igazság szerint vízszűk és klímaszerveléssel foglalkozunk, úgyhogy megdöbbünk a melegbe minden nap. Nagyon jó, okay. És most sok a meló, gondolom. Rengeteg persze, rengeteg. Most mindenkinek melege van ott. Hogy... Tényleg erre nem gondol senki, hogy a klímaszerelőknek a legrosszabb, mert oda mennek egy házba, ahol iszonyú meleg van. Én lehűtöm előtte mindig. De nem úgy, fölszerelnek egy klímát, és amikor a végre... másikkal. De jó lenne. Figyelj, én nagyon megértelek téged, ez a lényeg. Ja. Zsolt, kezdjük el. Tegnap volt már ugye ez a dal szöveg, és nem sikerült valakinek kitalálnia. Próbáld meg te is, figyelj. Együtt szépek voltunk egyszer, ha újra kezdhetnénk, kezdhetjük újra, mert jó nekem. Van-e ötleted? Szépek voltunk együtt. Ez, de ezt elfogadhatjuk, nem? Milyen szépek voltunk? Nem lényeges, elfogadjuk így már. Az előadót tudod véletlenül? Azt nem ugrik. Azt nem, oké. Okay. Figyelj, elfogadom.
Olyan szépek voltunk. Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnénk, talán újra kezdhetnénk, mert engem ez jó. De jó dal ez, Somló Tamás. Úgy szeretem, hogy ebben... Ez jó, ilyen csírzene. Igen. Igen, meg olyan jó, hogy ebben a mondatok úgy jelentenek valamit, ahogy hallgatod a szöveget. Igen, nem csak össze-vissza van. Hát azért vannak dalszövegek, hál' Istennek, amik jelentenek persze, valamit. Én ezt kifejezetten de abszolút, egyetértek. Jó, Zsolt, hát akkor az ajándékod egy bocsizacsi, benne bögre, baseball sapka, ez lesz majd, jó? Ó, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük kitartásnakat itt a forró munkában, és vigaszként Anett felhív délután, is mondhatsz neki forró szavakat. Köszönöm szépen, szép napot meg. Neked is. Neked szia is. Zsolt, hello, hello. Hello. Na, még egyszer mondom, az SMS falunk megint összeomlott, nem működik, nem jön át semmi. Magunknak is küldtünk próba SMS, nem jön át. Ez a helyzet, nem tudunk... veletek közvetlenül kommunikálni, semmi gond, kommunikálunk valaki mással. Ő Tóth Andi, és én az egyik legtehetségesebb énekesnő, akit ismerek itt jelenleg Magyarországon, ugyanakkor valahogy neki mégiscsak elege lett ebből az egész zenei, mondjuk azt, hogy piacból vagy környezetből, ami őt körülveszi, és ezért ő visszavonult. Igen, megcsinált egy lemezt, aztán azt mondta, hogy kész, az éneklésnek vége, és most másfelé akar menni. Másfelé akar menni, igen, divattervező akar lenni, és ez mindenkit meglepett, egyből az újságok elkezdtek mindenféle divattal kapcsolatos embereket fölírni, hogy hát ez... Mégis hogy. Ők meg azt mondták, hogy hát ez egy nagyon drága műfaj, az nem olyan egyszerű divattervezőnek lenni, mint ahogy azt ő gondolja, de mégis komolyan gondolja, olyannyira, hogy tegnap, amikor erre a beszélgetésre felhívtuk, akkor kiderült, hogy lesz is pár nap múlva egy kiállítás, nem kiállítás, egy divat bemutatója. Uh-huh. Egy divat bemutatója, és tehát megvan már ezek szerint a kollekció, és hogy nem ilyen légből kapott dolog ez, azt is bizonyítja, hogy neki művészeti végzettsége van. Ráadásul, rajzolt, igen. Rajzolt, mint a divattervezés is tanult volna. Ezt nem tudom, én azt hiszem, hogy ő tanult rajzolni, ez biztos. De mondjuk én nagyon kíváncsi vagyok arra, mert ugye tévéműsorokban Andit öltöztetik. Igen. Tehát, hogy az részben ő, de azért nyilván egy stylistot belenyúl. Látjuk őt az Insta videóiban, uh-huh. ahol általában így lazán a teraszán ott osztja az eszet, és kiszalad ez az. De hogy mi az, amit ő tervezni akar, milyen irányba megy, kinek? Engem ez nagyon érdekel, és ráadásul tehát amit látunk rajta, tök jól öltözködik. Így van. Na jó, szóval a divat tervezői jövőjéről lehet erről így beszélni. Beszélgetünk Tóth Andival a hírek után. 8 óra 13 perc van, mindenkinek jó reggelt újra. Hello, szia Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt hallgatóink, jó reggelt Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, neked is jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, jelentem újra, hogy az SMS rendszerünk az teljesen meghalt. Most egy SMS átjött egyébként, de tényleg semmi próba nem megy át. Ez most átjött, tisztelt Bocskor Gábor úr, teljes mértékben egyetértek véleményével, melyet a Miss Nederland 2023 szépségverseny győztesével kapcsolatosan fejtett ki. Köszönöm, hogy hangot adott ezen véleményének a nagy nyilvánosság előtt, és tisztelettel Benkő Szilárd, 5 gyermekes apa. Szívesen ezt tudom mondani, de hát tényleg ez a véleményem, csak most ebből újságcikk lett, aztán egyre több ilyen, teszem hozzá, gratulációt kapok. Érdekes módon. Igen, ez egy olyan helyzet, amiről érdemes beszélni, és szerintem az emberek nagyon nagy többsége így gondolja ezt. Na jó. Ez az egy SMS jött, és most valami teljesen másról, Tóth Andiról legyen szó, és én nagyon bírom őt, ezt tudjátok, brutál tehetséges, tehát nem csak énekben, amiben bizonyította ugye azon a táncversenyen is, hogy igen, amihez nyúl abban, Dancing with the Stars. De színészként is egyébként nagyon kemény. Igen, és aztán ő egyszer csak a zenei karrierjére azt mondta, hogy lehúzza a redőnyt, mert ebben a zenei környezetben, tehát ami itthon a zeneiparban működési elvekként működik, ebből nem akar részt venni. Ezt is megértettem. Igen. Én meg is hallgattam az utolsó lemezét, és egyébként pedig szerintem kár. Abszolút kár. Aztán ugye a Starban láttuk őt zsűritagként, uh-huh. teljesen rendben volt, és aztán ugye az ember nem olvas semmit, az sokszor az a jó, hogyha nem olvas már semmit, és most a nagy csend után azt lehet olvasni, hogy divat tervezőként szeretne ugye ebben a műfajban most színre lépni,
És akkor ezzel egy picit csodálkoztunk, hogy hú, hát azért ez bátorság kell. Láttunk már magyar ismert embereket, többnyire nőket, akik valakikhez társultak, és akkor az ő nevével Tatár Csilla csinált egy cipőt egy cipésszel, Dobó Kata is csinált egy cipőt egy cipésszel, de ott mindig adott Dobó Kata vagy Tatár Csilla. Igen, és ezek ilyen egyszeri körök, tehát ezeknek nem szokott utána ilyen óriási nagy kifutása lenni. Igen, és akkor rögtön ugye az újságok meg azt írták, illetve hát azt kezdték el fejtegetni divatban jártas emberekkel, hogy hát ez rengeteg pénz kell ez a műfajhoz, hogy egyáltalán valaki bármit beindítson, mint kreátor, mint tervező. Hát nyilván, hogy abból üzletileg egy sikeres dolog legyen, azért abban nagyon sokat kell tenni, hogy egyáltalán legyen egy kollekciód, amit már el tudsz adni. Így van, és most erre vagyunk nagyon kíváncsiak, és nagyon örülünk, hogy vállalta a beszélgetést. Itt van velünk Tóth Andi! Szia Andi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Még nagyon nem keltem fel. Várjál, akkor biztos valamelyik ilyen kócos álmos képed van, amiket így néha az újságból látok, az Instádról átvesznek, most nagyjából úgy nézhetsz ki, ugye? Igen, határozottan béka szemeim vannak, de ilyettem kinyitni. Istenem, jaj, gyerek. Én meg tegnap tudod, mit csináltam? Sárdonit ittam a kertben, és illetve Sauvignon Blanc volt. És hát, ja, azt szeretem, csak mindenki lesárdonéz engem, de mindegy. Te, a Gyuri mondta az előbb rám, hogy Sárdoné kapitány. Amikor az nem, és Pinket hallgattam, és akkor ott volt egy-két duett passzus, ott volt egy Keith Urban Pink duett, és azt gondoltam, hogy Andi, nekünk egy duettet kéne énekelnünk. Nyomjuk. Jó, hát ez így nem. Na, ez így, olyan reggel van még, hogy most már tudom én erejéget mondom. Ez nem volt lelkes, Gyuri, ugye? Nem. Viszont én élnék a lehetőséggel, ha már kimondta, hogy igen, akkor... Igen, és akkor... valaki vállalja akkor. Én nem valakivel akarok énekelni, én a legnagyobbal akarok énekelni, veled. Jaj, de jó fej vagy, köszönöm. Tényleg álmos még. Jó, teszem hozzá, én nem tudok énekelni, csak annyira megirigyeltem ezt a duettet, annyira jó volt. A tegnapi hangulatom az ilyen volt, a te reggeli ébredésed ilyen. Most menjünk rá a divatra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye azt olvastam, hogy te egy művészeti iskolába jártál, ahol te mit tanultál? Tehát volt ott divathoz is már köze a tanulmányaidnak? Ez úgy volt, hogy pont akkor kezdtem a középsulit, és lehetett választani, hogy zenet, vagy ének, vagy rajzszakra menjek. Hát én rajzra mentem, és ott azon belül is az első év után, amikor így átlagban rajzot tanulsz, a második évnél választasz szakot. Uh-huh. Hogy mondjuk nem tudom, belső építész, vagy divattervező, ugye, és én divattervezésre mentem volna épp. Csak pont abban, miután elvégeztem azt az első évet, jöttem fel ugye tehetségkutatózni, meg zenélni, szóval nem indultam el már azon, de egyébként divattervezés volt akkor az álmom. Mert hogy eleve ez volt az álmod. Tehát ez nem csak úgy adódott, hogy mit tudom én, beiratkozó sportszakkörre, és akkor röplabdás leszel, mert az volt szabad, hanem hogy tényleg ez volt az álmod. Hát így, igazából két álmom volt, mert közben végig énekórákra jártam, tehát benne volt az, hogy szeretek énekelni, és jó lenne énekes lenni, de amikor meg a sulira gondoltam, akkor meg az volt az álmom, hogy persze, hát elvégzem azt a szakot, és tök jó lesz, szeretek festeni, meg rajzolni, majd magam egyébként festő, szóval tökre vittem volna ezt a vonalat a családban. Szóval valamelyik így gondoltam, valamelyik majd jó lesz, de közben meg egyébként már mentem az ilyen gyerekszínészeti sulikba, így, ami így ingyen volt, szóval így minden érdekel. Még ingyen volt. Nagyon szerettem volna mindent csinálni a művészettel kapcsolatos, szóval így mindenre is mentem. És akkor most rávágtad szépen az ajtót, a nagy vasajtót a zenei dolgokra, és akkor kinyitottál egy másikat, meg gondoltad, hogy akkor ez a másik irány, a divat, ez még mindig nem hűlt ki benned annyira, ugye? Igen, igazából ez úgy indult, hogy nyilván vannak ezek a mörcsök, és hogyha megnézitek, minden előadónak, ilyen zenei előadónak vannak ilyen mörcsök. Én imádom őket, te nincs koncert, hogy ne vennék valamit. Komolyan. Igen. Én imádom. Na, és pont, hogy így minden évben kb. Így valaki bekapogott az ajtón, hogy nem akar-e Andi mörcsöt csinálni, mert szívesen segítenénk, meg úgy tudom én. És engem az annyira nem mondott, hogy igazából legyen egy középkategóriás pólóm, ami ott a fejem, vagy egy dalszövegem. És ez nekem valahogy nem mondott. És most, hogy úgy voltam vele, hogy akkor off a zene, azon gondolkodtam nyilván, hogy az első, mit tudom én, pár hónapban
hogy csillesztem, mint ez boldoggá. Aztán rájöttem, hogy egyébként szeretem ezt, olyan van stílusom, szeretek összerakni szetteket, meg csinálgatni ezeket, és hogy akkor miért ne kezdjem el. És aztán felhoztam a menedzseremnek, aki a haverom is, és azt mondta, hogy szerinte is zseni ötlet. Ez akkor elkezdtem ezen gondolkodni, és kb. Egy fél éven van már ebben. De mi volt az első? Leültél, és előszetted a filctollaidat, és rajzolgattál? Vagy mi volt az első lépés? Az első lépés az volt, hogy igazából, hogyha csinálok ilyet, akkor milyen stílusban csinálnék ilyet. Na, itt álljunk meg. Bocs, milyen stílusban? Van-e divattervező a fejedben, akit te nagyon szeretsz, nagyon bírod a stílusát? Nincs. Se Lagerfeld, se Versace, se mit tudom én, mondjál még egyet, Laci, nem tudom. Armani. Nem igazán követtem ezeket, hogyha őszinte akarok lenni, akkor soha nem követtem azt, hogy épp milyen stílus megy. Mert én mindig a sajátomat követtem, amihez épp kedvem volt konkrétan. Na akkor ezt próbáljuk körülírni, tehát hogy mi az a stílus, mert ugye azt tudom elképzelni, hogy az ember ugye jár, mit tudom én, ide-oda boltokba, vásárol, főleg a csajok, maguknak cuccot, de úgy lehet, hogy soha nem elégített ki semmelyik darab úgy teljesen igazán, vagy kollekció, hogy azt mondod, hogy basszus, én megtervezem a magamét, én láttam már ilyet. Ez konkrétan erről van szó. Igen. Aki engem ismer, hogy így nem tudom, minden napokban látja, hogy miben járkálok, akkor tudja, hogy én ilyen nagyon overspace bőrcuccokat szeretem, ami kényelmes. Egyébként nagyon sokszor mondták már rám, hogy furán nézek ki, fiúsan öltözködöm, leszbikus, igen, tehát hogy ez van. Viszont nekem ez kényelmes, laza is, én valahogy egyszerűen ezekben a szettekben érzem jól magam. És igen, hogy így próbálkoztam már nyilván beszerezni olyan dolgokat, amit szeretnék. Nagyon sokszor át kellett mennem férfi részlegre, hogy hozzájuthassak. Én is járok a női részlegre. Ugye, hogy ez már szerintem tök mindegy, egybe mossuk és kész. Szóval, hogy igen, és úgy voltam benne, hogy akkor hogy csinálok akkor magamnak. És mivel azt láttam, hogy azért sokan szeretik a stílusomat, úgy voltam, hogy akkor már miért ne csináljak sokat ebből. Na jó, akkor jön megint az, hogy ilyenkor, ha én lennék divattervező, ami nem vagyok, és baromira nem értek hozzá, elkezdenék anyagok után kutatni. Mert ugye az anyag adja meg a legjellemzőbb részét most a szabáson túl. Azt hogy lehet én Magyarországon? Hova mész ilyenkor? Textilgyárba, vagy hova? Nem, ilyenkor az van, hogy felkerestünk, ugye, amit az előbb mondtam, hogy nyilván próbálkoztak mörcsöt csinálni nekem emberek, vagyis ezt felajánlották, hogy esetleg csináljanak nekem, és ebből kiválasztottunk négy embert, akit megbíztunk azzal, hogy akkor szerezzen nyilván ő legyen a beszerző, az anyagbeszerző, aztán egy nyomda, meg varroda, tehát igazából ezt a részét úgy elvíznánk. És akkor ő hozott nekünk ilyen anyagokat, és addig kerestünk, míg meg nem találtuk a tökéletes anyagot. Alsó hangon ez egy ilyen 4 hónap volt, sőt 5. Azt hittem, a hajam kihullik már. Ez egy nagyon hosszú folyamat igazából, még az, nyilván én alapból válogatós vagyok, meg azért olyan anyagot szerettem volna hozni, ami nem egy tipik pólóanyag. De várj, most egy darabról beszélünk, vagy egy kollekcióról? Jelenleg ez úgy fog kinézni, ugye diszkatot vagyok, hogy de jó, hogy kérdezel erről, szóval. Na ülj föl, már látom, most már eddig feküdtél, most ülj föl. Ha úgy kinyílt a csipám. Tehát az lesz, hogy most ez az első drop, ez ilyen baromi egyszerű lesz, ebben a basic pólóim lesznek, illetve nyár miatt lesznek atléták. Ezen kívül pedig melegítő gatya és zokni. És ez most még ilyen nagyon-nagyon egyszerű minta is lesz, meg minden. Igazából ennek az a szerint, hogy nem mutassuk, hogy kb. Miről fog szólni a Back-off. Back-off ugye ez a márkanév, bocsáss meg, ez a márkanév. Ez csak azért furcsálom, mert ugye eddig, akit én is felsoroltam, magyar nevek, azok mindig a saját nevüket tették oda kvázi brand name-nek, te meg a Tóth Andit ki is hagyod ebből. Így van. Ezért mondtam, hogy igazából azok inkább merch-nek mondanám azokat a márkákat, de amivel ilyenkor úgy gondolom, hogy az a merch, amikor valaki a nevével, vagy a munkásságával ad el pólót, vagy terméket, vagy nem tudom mit. Én viszont szerettem volna teljes mértékben kivenni a Tóth Andi énekesnő, meg mindenféle dolgot ebből, és csak egy ember, egy Tóth Andrea nevű ember csinált egy ruha kollekciót, egy márkát, és aki szereti, akkor az vegye, de ne azért vegye, mert mondjuk rá van írva, hogy néztek, vagy ott van a fejem,
Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés. Tehát én azért nem vettem meg régen egy borotvahabot, mert rá volt írva, hogy Palik László és Héder Barna. És, mert amúgy lehet, hogy egy jó termék, de a nevek miatt egyszer nem vettem meg, mert gáz. Igen, egyébként, hogyha valaki nem szereti a Tóth Andi énekesnőt. Így van, attól még vegyen egy back-off gatyát, így van. Igen, de azon nincs baj, de lehet, hogy a gatyám vagy a pólom tetszik neki. Az biztos. Jaj, de rosszak vagytok. Na, szóval hol tartottunk, hogy igen, akkor meg mindent, anyagot, igen, mindent összeszedtél? Igen, ez is egy nagyon basic dolgot, hogy előre összeraktunk, és ez az első drop, tényleg ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog lesz. De drágám, mennyi eddig mennyit költöttél erre? Mert ez már egy rakás pénz, tehát anyag, szabász, ember, mit tudom igen. Én, kollekció, tehát ez már egy csomó lóvé. Tehát igen. Ezt egyelőre te befektetted. Igen. Oké. Okay. Igen, ezért vettem zokon, nagyon, amikor megindult ez a sajtóhullám, hogy ezekkel a címekkel, hogy ebből reméli majd a rengeteg pénzt, meg a meggazdagodást Tóth Andi, hogy így nem tudom, hogy gondolják, belegondoltak abba, hogy én nagyon sokáig ebből egy forintot nem fogok látni. Tehát, hogy így hát igen. Köszönöm, de hogy nem ez a cél, hanem az, hogy csinálják valamit, ami engem boldoggá tesz, ez volt zenével is a tervem, hogy valamit csináljak, amire szükség van az embereknek. Nem volt annyira, vagy nem éreztem úgy jól, és most megint egy hasonló dolgot csinálok, hogy a semmiből lesz egy ruha, ami, hogyha kell az embereknek, az tök jó, de nem azért, mert ebből képzelem most a milliárdos villámat, mert ez nem így lesz. Jó, de te túl hajlamos vagy felhúzni magad ezekre az újságcikkeken. Tehát én két tippet tudok neked adni, pereld be őket, én rengeteget kerestem vele. Tehát, de van? Azt mondják, hogy nem éri meg. Hát figyú, sokat csinálsz, jön azért egy pár milla. Hallgass a bocsira, és ezt az egész divattervezés dolgot el fogod engedni. Nem, hogy az be tudja fektetni. Oké. Okay. Tényleg, ez akkora dolog, jó. Na, de tényleg ne húzd fel ezen magad, tehát én, na mindegy, itt a nagy bölcs ember hiába próbál tanácsot adni, de ezeket a harcokat én már megvívtam, és hát nem érdemes. Hát húzza föl magát, én nagyon bírom az Insta videóidat, amikor kiülsz a teraszra felhúzott lábakkal az oversize munkáival, cigivel, és elkülesz mindenkit az édesanyjának. Imádom. Na, figyelj, és ki a célközönséged? Azt meg tud határozni, hogy kiknek szánod ezeket a rucikat? Egyébként igen, gondolkodtam ezen, mert volt egy ilyen kérdezfelelek, és az első gondolatom az lett volna, hogy mondjuk 20 évesek, de rájöttem, hogy ez hogy butaság, majdnem más mondtam, de hogy butaság, mert hogy igazából inkább azt mondanám, hogy akinek hasonló a személyisége, mint az enyém, vagy kicsit tud azonosulni velem, hogy ilyen laza, szereti a kényelmesetteket, nem ítéljen a káromkodást, picit lázadó, picit rebellis. Igen. Tehát, hogy érted, van, aki 20 évesen is ilyen több kultúrált, nagyon visszafogott ember. A legjobb barátnőm soha nem venné fel ezt a pólót, meg is mondta, szeret, de soha. Miért? Ő milyen? Ő nem káromkodik, és finom nő? Ő egy kisasszony. Ha elképzelsz egy titkárnőt, akkor ő. Nem mondod, és van ilyen barátnőd? A legjobb barátok vagyunk 7 éve. Akkor mi, és mi a közös? Az értékek igazából. Ó, ez érdekes. Kéne egy másik beszélgetést is csinálni, mint a ruhákról. De jó, figyú. Na, és akkor várjál, ami meglepődtem, hogy tegnap beszéltünk előzetesen, és te küldtél egy meghívót, amire sajnos nem tudok elmenni, de 27-én lesz egy divat bemutatód. Így van, igen. Tehát akkor már van egy kollekció, tehát akkor ki tudod tölteni azt a fél órát cuccokkal? Igen, igazából igen. Ja, az egy eldöntető kérdés volt. Igen, mert most én, hát nyilván megvannak a szettek, megvan minden, de azért ez egy érdekes divat bemutató lesz, mert nyilván egy divat bemutató az emberek mit várnak el, nyilván ingen ez a magas sarkus. Igen, az is lesz. Szóval ilyen nagy magasztatus, de áll a ruhák. De hát nem ilyenek lesznek, hanem érted, tényleg jogger, meg bőpóló, szóval ilyen kicsit furcsa lesz ez a divat bemutató, de én élvezni fogom, és nagyon várom, és nagyon sok munkám van benne, és nem alszom körülbelül már két hete, de jó lesz. És azért kár, hogy nem tudsz jönni.
De tényleg, ne jó, mert már írtam neked, hogy lányommal leszek Spanyolországban. Igen. Viszont tegyük fel, ez valahogy beüt ez a történet. Akkor ennek a további értékesítése az most, nem tudom, az butik, vagy online, vagy milyen formája ennek? Inkább online, nem? Mindkettő igazából. Persze lesz egy webshop, és online tudnak rendelni, sőt, igazából applikáció is lesz a Griff shopon keresztül, van a Griffnek egy ilyen applikáció, és azon keresztül berakták az én márkámat. Figyelj, az egy olyan rossz név az a Griff, azt mondd már nekik, ha bárkivel is beszélsz Griff úrral. Vagy szólok neki. A back-off shop tényleg rossz név. De venni vala egy Griff kabátot? Nem gondoltam rá. Na, back-offot vennél? Nagyon. Na látod, azért mondom. Na, hál' Isten, gondolkodom egyébként kabátban is, szóval érkeznek. Illetve igazából boltban is meg lehet majd venni, mert az Áció Fashion City az igazából nyugati téren az a kis, olyan, mint egy kis bevásárlóközpont, ugye. Tehát olyan, ők partnerek ebben. Részlegem, így van. Aha. Jó, fiú, végezetül nyugtass meg, hogy valamikor fogsz még énekelni is, Andi, Léci. Fogok. A Backhoff-hoz is lesz egy saját dalom, illetve a Tina Turner emlékkoncertre is várunk mindenkit, majd csak szeretettel. Tina Turner emlékkoncert? Nem is tudtad, novemberben lesz. De hát meghalt. Ja, hogy azért. Ja, igen. Összeáll ezt, egy kicsit segíts a bocsinak, és akkor megtalálja nem magát. Nem tudtam, hogy mi az emlékkoncert. Azt hiszem búcsúkoncert. Oké, na jó. Figyú, te meg hallgass meg Keith Urbant és Pinket, jó? Jó, megyek. Egy dal van, csak egy dal, és hallgass. Jó, és találd ki, hogy melyik lesz benne te, és melyik a bocsi. Jó. Igen. Jó. És ha klip lesz ebből, akkor Backhoff gatyában leszek. Köszönöm, ezt mádom. Jó, mindegy, poén volt, hidd el, nem akarok énekelni, ez csak hülyeskedem. A dal tényleg hallgass meg, baromi jó. Jó, Andi, hát köszönjük szépen, és sok sikert neked, köszönjük. Én köszönöm, puszi nektek. Puszi, szia, szia, Tóth Andi, szia, szia. Ó, de kívánom, hogy ez így beinduljon neki. Én bírom az, amikor valaki megint csak hoz egy döntést, munkát fektet bele, tudom, hogy kreatív. Tehát, és hogy rögtön ezt találják meg, hogy ebből akar majd meggazdagodni, és nem az Andiba, tényleg az, hogy akar alkotni. De basszus, én kívánom bárkinek, aki kreatív munkába kezd, hogy gazdagodjon meg belőle. Az ő ötlete, az ő találmánya, az ő munkája van benne, bárcsak gazdag lenne belőle. És mi van, ha ebből akar meggazdagodni, akkor mi van? Igen, ezt nem értem. Igen, tehát a Lagerfeldet sem nagyon vádolták azzal, hogy olyan, hogy te ezzel pénzt is keresed. De a Lagerfeld nem is a Magyar Bulvár újságírással szembesült. Nem, igen. Ez mondjuk teljesen igaz. És hogy Andinál is egyébként nagyon sokszor, csak amit mondtál, hogy igen, mindenki alkosson, találja meg azt, amiben abszolút tud létrehozni valamit, hogy nagyon sokszor, amit az Andi mondott, abból indul el, hogy nem találod meg azt, amire neked szükséged van. Nem lehet olyat kapni. És akkor inkább megcsinálom én. Ez milyen érdekes, nem? Tehát, hogy szerintem semmi, rengeteg más történetben is van. Kérdezzük meg a hallgatókat, bár az SMS-ek tényleg szinte alig csöpögnek, hogy volt-e olyan, ami bár kapható volt, de nem voltál elégedett vele. Ez most nem feltétlenül ruha, mert ugye akkor megkreálod a saját ruhádat. Ez lehet egy szerszám. Lehet egy bútor például. Igen, egy szerszám, hogy valamit nem tudtál, és csináltál magadnak olyan szerszámot, amivel azt el tudtad végezni. Aha. Vagy bútor, igazad van. Igen, azt mondod, hogy ú, ez a kanapé, ez már majdnem jó, de milyen jó lenne, ha ott még így lenne, vagy más lenne a színe, és akkor te nekiálltál, csináltál. Az összes ilyen felstylingolt, tuningolt autó is ilyen. Nem olyan, mint amit a gyárt. Nem, az is ilyen. Abszolút. Tehát ami olyan volt, hogy kapható volt, de nem voltál vele elégedett, és csináltál magadnak egy jobbat. Uh-huh. Ha ilyen volt, ezt írjátok meg 0620-22-22-122. Dolog feltenni a kérdést a hallgatóknak, hogy válaszoltak SMS-ben, amikor az SMS falunk. Nem tudom, miért hívjuk ezt falnak. Ez egy monitor, basszus. Na mindegy. Szóval, hogy nem működik, illetve tényleg egy-kettő jön csak át. Ezt figyeljétek, ez azért nagyon szó. Figyeljétek, minden. Jó, hogy Tóth Andi abba hagyta a zenei pályafutását, mert nincs jó ének hangszíne. Akárhogy is nyalja a bocsi szegénykémet. A jó ének hangszín ott kezdődik, ami a nővérének van Tóth Verának. Ez nem csak egyéni vélemény volt. Üdv az énektanár. Azt a mindenit. Annyira majd te énektanára, mert így jogász. Nem csak egyéni vélemény, ez a kedvencem, mert egy közvéleménykutatás. Igen. Közvéleménykutatás egyébként szakmabeli. Nagyon jó. És hát a nővére. Igen. Az a legszebb. Azt a rohadt életbe. Úristen. De is megérdemelnél egy börtönefektet. Abszolút, így van. Börtönbe vele.
Na, egy-kettő SMS-e azt mondja, de jó egy újabb lány, aki oversize cuccokat dob piacra a nőknek. Nézzetek szét, minden nő már lassan budgyos melegítő nadrágban jár, és térdig zokniban, sportcipőben, baseball sapkában. Szuper! Az ember örül már, ha egy igazi nőt lát az utcán nőies öltözékben az ilyen divattervezők miatt. Így van, ők hibásak. A nő az járjon szoknyában, magas sarkuban és blúzban, és legyen fülbevalója. Combfixben és push-up melltartóban. Így van. Jó, nem rossz ez sem, tehát ez most ne csináljunk úgy, mintha rossz lenne. Nem, az, nem rossz, hanem azt gondolom, hogy minden nőnek egyéni döntése, hogy mit vesz fel. Én is lehet ezt is kapni, azt is kapni. Ha az oversize, az budgyosba találod az álmaid nőjét, és ez neked, az ő döntött el. És valószínűleg nem abban született, és abban fog meghalni, át tud öltözni néha. Tehát, hogy ez megfér egyik a másik mellett amúgy. Így van. Egyébként te is csinálhatod azt, hogy találsz egy joggingruhás nőt az utcán, és veszel neki egy combfixet, és odaadod ajándékba spontán. Meg tudom csinálni. Simán. Nem te, ő neki mondom. Ja. De a Gyuri is megcsinálja. Igen. Mint, hogy spontán. Nem? Te azt veszed fel, nem, hogy a divat diktátorok mondanak neked, hanem ami tetszik, nem? Igen, igen, ennyi. Igen, igen. És hogyha ahhoz van kedvem, akkor egy nagy pólóban vagyok, vagy egy bűnadrágban, ha meg ahhoz, akkor meg egy nadrágkosztümben. Én egyébként kimondottan bírom, amikor nők ilyen jogginggatyászban vannak, póló, meg én nagyon bírom. Andi az én emberem üzeni Évi. Andika nagyon vagány csajszi, sok sikert kíván neki az álmaihoz, egy másik Tóth, a faldoktor. Na, egyetlen egy olyan érkezett, sajnos itt a technikai zűrünk miatt, arra, hogy mi az, amit bár lehet kapni, de te sokkal jobbat csináltál. Azt mondja, én egy füstölőt csináltam magamnak, mert imádom a füstölt kolbászt. Hmm. Úgyhogy most magamnak készítem a minőségi kolbászokat. A panellakás erkélyé. Az igaz, üzeni ügyes. Banderas. Na ez a nagy poén az egészben, hogy ott. Ez derék lehet, és a szomszédaidnak kitartást. Hát remélem, hogy penthouse-ban laksz, hogy a felfelé szálló füstöt már semmi nem érzi. Aztán van a panelokban ilyen penthouse részleg. Hát olyanoknak, akik szeretik a füstölt kolbászt. De mit csináljon ő, hogyha szeretne füstölni, de nincsen háza, kertes háza? Én nem tudom, hát tudod, erről már talán beszéltünk érintőleg, hogy mondjuk ilyen társasházban az erkélyen mondjuk nem feltétlenül lehet gázgrillezni például. Tudod, hogy a németeknél lehet, az gyakorlatilag alapjog, emberi jog. Tehát az, jó, hát a németeknél igen. A grillezés. A grillezés, igen. Az igen. Ugyanúgy, mint az autópályán a sebességkorlátozás mentes szakaszok. Aha. Mm-hmm. Ez is alkotmányos jogod. Nem semmi. Le van írva. Így van. Németek leírták, hát volt eszük. Még megvan egyébként egy ilyen kőtáblába vésve. Melyik német jött le kőtábláról valahogy hegyről? Nem tudom, hát nem emlékszem. Hans, valami fotót láttam. Na jó, gyerekek, hangcsapdázunk, és itt van a hangja. Ohohoho. Mm-hmm. Ilyen ismerős. Bizony. Mehet, oké. Hogy nekem szóban telefonon beszem, hogy a napkimóban fog ez ide, akkor te van temetni. Az első. Én azt mondtam azt, hogy annak szégettünk próbálja, akkor csak utat idejünk megígért van, ahol itt a presszben mondta, hogy... Bizony, jól gondoljátok ő. Azt csak meg kell mondani, hogy kicsoda és VIP bérletet adunk, mi ráadásul kettőt a Zem Jam Fesztiválra, ami Zamárdiban lesz július 27-től 29-ig. Nagyon jó. Oké, plusz, bocsi, Zacsi, ezt se felejtsétek. Hívjatok most, Gyuri, meg telefonálni 0620-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. És 9 óra lesz 7 perc múlva. Szóval, átjött egy SMS, Gyuri, ezt a tiédet is felolvassam? Persze, mindenképpen. Ami a tiéd igazából. Azt mondja, a jegy nem érdekel, de a bocskor Zacsit örömmel kezembe venném, Robi a rajongó. Annyira bírom, hogy nem jön meg egy SMS-e, de van, ami utat tör magának. Egy még megjött egyébként. Tényleg ez a kettő megint. Sziasztok, kívánom Andinak, hogy olyan sikereket érjen el, mint Zach Milski, a magyar napszemüveg stylist. Ő készített Elton Johnnak is szemüveget bakelit kerettel puszi Idi Bicsérdről. Aha. Én hallottam erről a szemüvegről egyébként, igen. Hogy bakaritből készítenek, és hogy valóban... Világsztárok hordják meg minden, szóval igen. Igen. Jó, na, akkor játszunk a Bernadettel. Szia Bernadett, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt, be vagy rekedve, csak nem megfáztál. Hirtelen, igen, hirtelen elment a hangom. Az izgalomtól, úristen. Nekünk a klímától, a Gyuri is elkezdett tüsszenteni, én is itt elkezdek berekedni. De aztán, amikor elhagyjuk az épületet, minden rendben van újra, igen. Nem? Igen, igen. Van nagyjából. 36 fok már rendbe rak mindenkit. Igen. Bernadette, milyen épületben vagy most?
Az autóban. Éppen beértem a munkahelyemre és a parkolóban. Ja, a parkolóban? Hm. Tehát be vagy zárva 70 fokos autóban, ott hagytak téged, és a tűzoltók feszítővágóval fognak kivágni? Nem kell a 112-es. Jó van, figyeltél. Nagyon jó. Rendben. Figyú, kezdjük el szerintem. Mutatjuk a hangot, oké? Okay? Oké. Okay. Tessék. Hogy te nekem jobban telefonon beszem, hogy a napkomóban fog vesz ide, akkor te van temetni. Ez első. Én azt mondtam azt, hogy annak szélgettünk próbálja, akkor csak utat idején megígért van, ahol itt a presszben mondta, hogy... Na? Avaházi Csaba. Ó, igen! Azt mondtam a napközben a promóban, hogy annak idején, amikor telefonon beszélgettünk itt a presszóban, én azt mondtam, hogy akkor te megígérted nekem, hogy az első utat ide fog vezetni. Óriási vagy, hát gratulálunk. Figyelj, olyan ajándékunk van, hogy elképesztő, figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy páros VIP bérlet az MGM Fesztiválra, ami Szamárdiban lesz július 27-től 29-éig. Na, ez az egyik. Nagyon szépen köszönöm, ezért telefonáltam, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen könnyű lesz bejutni. Na, könnyű bejutni, kijutni, oda menni, megnyerni, szóval... Kivel mész egyébként? Még nem tudom. De valószínűleg a párommal. Hát, sanszos akkor ezek szerint. A Gyuri úgy szokott, hogy nem párral megy. Fesztiválozni? Igen. Úgy is lehet. Változó volt, már így is úgy is, de inkább haverokkal. Inkább haverokkal, igen. Jó, te dolgod, Bernadett is még kapsz egy bocsizacsit benne, egy bögrét, meg egy baseball sapkát, oké? Okay? Nagyon szépen köszönöm. Na jó, hát akkor puszillunk, meg minden. Hív majd Anett. Bizony. Rendben, várom. Köszi, szia. Hello. Le kellett tenni a telefon, mert ott van bezárva a kocsiban. Igen. Én nem akartam volna megvárni, hogy valamelyik kollégája kimegy, és egy ilyen kis vágó izével betöri az ablakot rá. Jobb így. Jobb így, így van. 10 óra lesz, 8 perc múlva. Na, megint átcsöpögött egy pár üzenet. De tényleg csak egy pár. Nem tudom, megjön az SMS-em, de köszönjük a mai műsor szórást és kitartást nektek. Csak megjavul egyszer az SMS-fal, vagy inkább monitor Zsófi Kecsóról. Nagyon figyelmes. Igen. Ő még sokra viszi. Uh-huh. Ez nyit kapukat, a kedvesség. Igen. Nektek nem szúrt a kockás pokróc? Főleg vizesen utáltam. Ú, de nagyon. Dehogy nem, borzasztó volt. Ugye? Igen. Tényleg, vitted a pokot. Mindig kockás volt, mindig szúrt. De arra még rátettél valami törőközőt, emlékszem, nem. Hogy volt a Pálma márkájú gumimatracunk is, ami ilyen textiles gumimatrac volt, de elnyűhetetlen. Igen, nem olyan, mint a maiak. Sörkény István bácsi pokrócon ült, mikor mentél a gumimatracon, és oda mellé ültél a pokrócára? Ott kértél autogramot? Nem, térdeltem a fűben, nem akartam pofátlanul beavatkozni a privát szférájába. Igen, ez kedves. Ez azt kedves. A szendvicset még meg tetszik enni? Aláírom, húzza innen. A magyar irodalom egyik óriásáról beszélsz. Sőt, hanem a bizony. Igen, aztán, hát igen, a Bob fűzfőn van. Hibáztunk. Hiába. Akkor értelmetlenné vált az egész műsorszám. Nem baj, holnap megcsináljuk ugyanezt a témát, csak jól. Hűszővel. Gyerekkel nyaraló, csajozós, rádiósok, lazuljatok, ahogy szoktatok, kellemes vakációt kíván a Szabin lévőknek. A Faldoktól köszönjük szépen. Hát itt nagyon-nagyon szűk számban voltunk itt együtt, köszönhetően ennek a technikai... Csodának. Nevezd annak, igen. Jó. Oké, na jól van. Hát Vágópiros láttam itt flangálni, bár Nyerges Izát is láttam flangálni, de feltételezem, amit ketten itt vannak, akkor Piros jön a saját műsorában. Piros jön, Iza azért jött be, ő azt mondta, ő dolgozni jött be, de Piros lesz. Ezt mondta Iza, mert hogy előre kell készülni, mert este koncertre megy. Ki? Iza. Ja, Iza. Akkor ő is megy a Lindemannér. Lehet, hogy találkozik. Vigyázzatok majd egymásra, jó? Tényleg. Jó, hát én nem hagyom magam becsábítani. Nincsenek ilyen before bulik, meg ilyenek. Nem. Csak óvatosan. Tényleg. Tehát ha engem valamilyen morcos német kiszúr, és azt mondja, hogy te! Ajándék koktél, gyere! Gyere, before partizni Tillel, akkor én tuti, hogy rendőrt hívok. Ja, ha azt kiabálják neked, hogy Gesen koktél, akkor azonnal menekül. Gesen koktél. Jó, bocsi, nekem még megvan a gumimatrac, és hibátlan. Wow. Az a régi Pálma gumimatrac megvan, elhiszem, hogy hibátlan, az nem tud nem működni. És szerintem az iszonyú érték ma. Gondolod, tehát, hogy azt az eBay-en? Hát nem tudom, most rákeresnénk, hanem nem biztos, hogy ilyen súlyos 10 000-ért lehetne venni, vagy még többé. Simán el tudom képzelni. Na jó, Vágó Piros következik, mi pihenünk, ahogy megérdemeltük, ahogy mondtátok, és holnap reggel viszont jövünk. 6:08. Viszlát!